Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 15 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello, drága hallgatók, péntek van, így van, itt vagyunk pénteken, úgyhogy mindenki tartson velünk, a hét utolsó munkanapja, aztán egy kicsit hosszabb szünet. Nem tudjuk, hogy egy hétvége. Igen, és akármennyire is megdöbbent, de már csak négyszer fogom tudni beírni például a honlapunkra azt, hogy mindenkit nagy szeretettel köszöntök a hét legboldogabb napján. Bizony. 4 hét van még hátra. De mi Karin. Jövőre már nem lesznek boldog heteink? Hát ki tudja, mennyire lesz boldog. Hát igen, szóval meglátjuk, de hogy ebben az évben már nem. Négy darab. Ebben négy az évben már vége. Nem. Elképp akkor már most advent van? Azt nem tudom. Adiáncsa. Azt nem tudom, de szerintem nem jövő hét. Igen, nem azért tudom, mert művelt vagyok, hanem azért, mert megbeszéltük az egyik kedves barátom, amikor lemegyünk Győrbe adventkor, és most nem most megyünk le, hanem a jövő héten. Tehát igen, akkor lesz. Jövő héten, ugye a négy, akkor visszafelé 4. Karácsonytól visszafelé 4, csak hétvége. Úgyhogy az jövő hét, hétvégén már gyertyagyújtás. Mit tud a győri advent, amit nem gyenge, nem tud más? Nem gyenge a győri advent, mindenki megy Bécsbe, meg hogyha ki hús. Ja, és akkor üres, és tényleg oda megy. Milyen okos lát, hogy Győr átmegy Bécsbe, ők oda nem, a sznobok mennek Bécsbe, Győrben legalább annyira szabad. Hagyjuk már ezt, a sznobok mennek Bécsbe, ne idegesíts föl. A sznobok mennek Bécsbe, aztán bemennek a Starbucksba. Ne idegesítsél föl ezzel korán reggel. Tényleg idegesítsél. Mennek, és akkor mennek oda. Jó kedvem van, jó műsort akarok csinálni, ne idegesítsél föl. Na már megint belebelet rafáltam valami családi program. Ne idegesítsél föl, hogy a sznobok mennek Bécsbe. Ez egy akkora baromság, hogy a sznobok mennek Bécsbe. Miért mennének a sznobok Bécsbe? Miért baj az, ha valaki Győrbe megy, valaki Bécsbe megy? Tehát akik Bécsbe mennek, sem mondják, hogy a prolik mennek Győrbe. Érted? Tehát, hogy ez oda-vissza működik. Tehát, hogy a bécsi adventesek nagyon sokan mennek Bécsbe, mert az osztrák vársát jobban szeretik. Nem mondják, hogy győri proli helyett mi elmegyünk a bécsi adventbe. Van, aki ide megy, van, aki oda megy, van, akinek azt mondja, aki kimegy a Vörösmarty térre, hogy mi is, mert imádjuk, de mi elmegyünk Bécsbe is, elmegyünk a Vörösmarty térre is. Én nagyon sok osztrák vásárt tudok, ami nagyon jó, de attól nem snob az ember. De lehet, hogy a bécsiek azt mondják, hogy a prolik maradnak itt, és az igény. Frankfurtba járnak. A snobok mennek Győrbe. Ja. De ettől nem snob valaki, hogy beülsz az autóba és 200 kilométert levezet. Hát ez ma már nem ettől vagy snob. Hát ez ma már 200 kilométert. Hát azért euróban fizetni a forralt borért, adom a Janinak egy kicsit. Fú, adom. De 200-250 kilométert ma már nem snobság levezetni. A határ nyitva, nem kell sorbálni. Egyébként 8 vagy 9 vásár van Bécsben is. Nagyon szép. Hát legyünk őszintén, a Vörösmarty tér nagyon szép, de fél óra alatt nagyjából körbejárod. Tehát kimész, eszel valamit, minden évben kimegyünk, gyönyörű. Aztán sétálsz egyet a Váci utcába, Bécsben van 8 vagy 9. A Győri is nagyon szép volt, hogy megálltunk Győrben, de ettől nem snob valaki. Tehát a snobság nem itt kezdődik, hogy vezettek 250 kilométert, leállunk, iszom valamit, eszem valamit, körbenézek, aztán visszajövök. Tehát a Győri-tortal, a Győriek sem prolik, mert Nati prolik, ti meg Győrben mentek. Mindenki oda megy, ahol megtalálja. Eszel egy Mozart szeretet, nekünk már nem jó a bögrén, magyarul a boldog karácsony. Nekünk már osztrákiaiul kell. Mi nekünk gyerekek, nem hát izé, nem oda kis megy, karácsonynak karácsony, nem ottan, nem baum. Meg vitrajzi, de egy ne bletter. Visszafelé még akár meg is állsz Győrben. Nagyon szép a Győri is, a Bécsi is, a Budapest is. Hát mindenki oda megy, ahova szeretne. Én szerintem... Mentek az idén Bécsbe? Mi mindenhova mindig kimegyünk, mert engem az hoz hangulatba. Aha. Tehát, hogy mi szeretünk kimenni, én voltam Budapesten, és minden évben kimegyünk a Beni imádja, nagy karácsony, hát föld alatt ízünk egyet, megnézem, hogy még mindig 300 000-ért lehet róka, husankát, kapni. És akkor mondják, hogy nem 300 000, már csak 240 000, mondom, jó, de jó, akkor abból most megint kettőt veszünk, arra az nagyon kell. De hogy mi mondjuk tavaly nem voltunk, de most idén megint tervezünk kimenni Bécsbe. Hát ugye tavaly Noel miatt már, meg a terhesség miatt már nem indultunk el. De hát ettől valaki nem snob. Nem. Szóval, mert kimész, nem? Hát ez 200 kilométer, nincs messze. De a Győri is gyönyörű. A Budapest is nagyon szép, a Debrecen is szép. Hát nagyon sok helyen van szép karácsonyi vásár. De azért a snobsághoz ma már több kell, nem? Igen. Hát nem. Tehát bőven több kell ahhoz, hogy nincs van a határ, és amikor akkor... kimész, veszel egy hűtőt, mert olcsóbb, vagy veszel egy nadrágot. Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy gyönyörű, szép adventi vásárt láthassunk.
és ne legyenek nyelvi problémáink akkor, amikor kérünk egy bögre forradbort. Na, így jobb. Sokkal disztingváltabb, sokkal kulturáltabb, sokkal kedvesebb, sokkal jobban hirdeti a szeretet ünnepét, mint jön a karácsony, dögöljetek meg, szobok, nasznobok, dögöljetek meg. Hát a nyelvtudás hiánya az nem a nyelvtudás hiánya nem minősíti az embereket, akik Bécsbe mennek. Igen, plusz, hogy a bécsi forradbor árusok 70%-ban beszélnek magyarul. Nagyon sok magyar van ki, nagyon jó hangulatú. Van egy olyan bécsi vásár, ami minden csak a gicsről szól, és semmit nem tudsz venni, de kifejezetten arra mentek rá, csak gicset vonultatnak föl, olyan üveggömb, olyan ugró szarvas, ilyen műanyag szarvakkal, hogy az is nagyon jó. De mondom, szép a győri, szép a budapesti, mert tessék elmenni mindenhova. Egyébként meg nem így kell költeni, tehát hogy ez nem arról szól, nyilván Budapesten. Sok értelmes dolog szerintem a budapesti vásárban nincs, ahogy van a méhes kalács tükör. Ilyen vásárolnak szerintem elsősorban. Ilyenek a magyar az azért, hogy egyet, sétáljunk meg a karácsonyi hangulat. Mondjuk horror árak vannak, szóval én nem akarom őket bántani, a pestieket, de amikor kimész eszel két kolbászt, egy kis kenyeret, egy ízét, 6200 forintot, és így ettetek hárman valamit, azért szerintem pizzátok meg, lehet meglepődni, hogy Bécsben milyen árak vannak, mert hogy egyébként olcsó. Ezért járt Győrbe, látom. Nem, komolyan mondom, tehát én tudom, hogy nekik egy hét alatt kell megtermelni, és hát olyan helypénzek lehetnek, hogy gondolom megtátorodnak, amikor meghallják így évről évre, hogy tavalyhoz képest. De én nem tudom, mennyit szoktatok például a pesti vásárba költeni. Hát kell két beigli egy kürtös karácsony. Miért kell egy kürtös karácsony? 2500 forintban, vagy nem tudom. Nem kerül annyi, mondd már, hogy 2500. Volt olyan. Kürtös kalács. Bécsben van kürtös kalács? Jó magyar kürtös kalács? Nincs, jó magyar, nincs. Jó bécsi kürtös kalács van. Na most már nem lehet tudni. Most már nem lehet tudni, hogy igen. Hogy... Nem nagyon esznek, hogy ilyen puncsokat isznak, meg forró csoki, kakaó, meg... Sör megy például, sör. Tök érdekes. Normál, tehát hideg sört árulnak, érted, kint, és viszik mind a cukrot. Hát ők mondjuk jobban sörivó nemzet, mint mi. Viszik, mint a forralból. Igen. Viszik, mint a forralból, igen. Valaki írja, hogy a rajok celdömölkre mennek. Ebben is van. Az igazi rajcsávó. A celdömölki adventi vásárban én még nem voltam. Lehet, hogy egyébként mindent visz. A hangulatot kell megtalálni, tök mindegy a helyszín. Tehát a bazilika előtt is gyönyörű, nagyon pici, na, nagyon szépen. Helyes, nagyon aranyos. Van egy pici jégpálya, besétálsz, megnézed. Az nagyon szép lesz a bazilika. Nagyon-nagyon pici helyen van, tehát hogy brutálisan sok ember frekventálódik kicsi helyre, de nagyon gyönyörű. Nem, csak most végigviszik direkt majd a Dunapartig. Igen? A vásárt, igen. Egészen, tehát végig a sétáló utcán. Így van, az az utca, az egészen a Lánchídig lesz majd. Gyönyörű. Gyönyörű. Egyébként mi tavaly pont ezért ott voltunk, mondom, mert nem tudtunk messzebb menni, megnéztük, sétáltunk egyet, ettünk. Jöhettek. És... Majd meghívlak benneteket. Azért veszélyek óvatosan, mert... Ott leszel vagy? Hát, gyerekek, persze. A Visegrádi? Nem, bazilikán várlak benneteket szeretettel. Standod van? De csak téged, vagy meg téged. Meg standod? Téged, standod igen. Lesz? Tényleg? Aki kipróbálja. Az van. Na, megnézzük, jó, kimegyünk. De jó hely. Nem, csak evős. Ne, neked jó, azért mondtam, hogy kikerületetlen. Téged nem vár... Keresztbe lesz? Nem, téged nem várlak. Ja, jó, hát most érted. Hát, ja. Jó, azért ja, úgyhogy menj, szerintem jó hangulata van mindegyiknek, ezeknek a dolgoknak. Mi decemberben már indulunk, igen. Jó, az menni kell. Mi újság egyébként, minden oké, mindenkivel? Hát a tegnapi férfi nap milyen volt, srác? Ki kapott ajándékot? Én. Nem már? Dehogy, nem kellett főznem otthon. Nagyon-nagyon. Ankelmes legmelegedés volt. Nem, egyik ismerősünktől hozott Móni a krumplis tésztát, és nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Tényleg egyébként. De tényleg. Hogy valaki főzött otthon, és igen, adott és a Móninak? Igen, és hozott egy ilyen, vagy hívják, fagyis dobozba egy jó nagyot a krumplis tésztát. Ennek nagyon örültem. Ez már önmagában nekem így feldobta. Az egyébként szürke és uralmas. Áfám, hát tudsz élni. Csütörtökömet. Nekem az volt, amit mondtam. Két gyerek, mozi. Az is mit jó. Láttatok, van valami jó? Gyerekfilm? Hát, gyerekfilm, én már nem emlékszem, mit néztünk. Ja, Transzilvánia. Transzilvánia, hát ez nagyon jó. Hát az első zseniális. Én az elsőt volt. Nem láttam, azt az anyukkal nézték a srácok, és akkor most mentünk itt családilag. Vicces, aha, egy kicsit félelmetes volt nekem. Néha így megfogtam, jöttek persze. A vámpírok, meg ilyen denevér emberek. Aha. De félőst? Hát nekem igen. A gyerekek az elsőt megnéztem már. Nem emlékszem. A Viki jár velem moziban, nem nagyon viszem, mert nem. Nagyon nehezen
bírom. A virágék már nagyobb macskák, ők most ilyen osztály kirándulás szinten mentek el, szépen felültek a, hogy hívják rá, kis ízére, a vasútra, ott felé egy magasságban, bementek a nyugatihoz, megnézték, hazajöttek, ők nagyon élvezték, nekik nagyon tetszett, szerintem egy marha jó pofa. Az első legalábbis, én a második, még nem látom, az első nagyon tetszett, nagyon vicces. Tehát úgy félelmetes, hogy valójában nem félelmetes. Nem, persze, nyilván vicces, meg nevettünk jókat, jó volt. El lehet kapni ilyen nachoszokat mostanában, képzeljétek el. Én ott tök meglepődtem a moziban, hogy így adnak enni. Gondoltad, hogy már nincs híradó? Nem. Nem volt fura? Én azt vártam, mondtam is a gyerekeknek, hogy addig majd játszunk. Még 20 perc tudom, híradó. Lemegy. Igen, így vártam a zongoristát, basszus. A jegyszedőnén is jött már. Semmi. Tök érdekes. Más. Pattogatott kukorica volt, egy ilyen nachosz, meg ilyeneket furcsa lehetett. Furcsa voltam, hogy tök furi. Hogy nyersőző nem ment tök egyetlen MGTS-be sem. Színes, háromdés, hát figyelj ez. Jó kis nachoszt is nyomtál? Kis sajtszószal, paprikával. Nem, én a gyerekek. De jó volt, jó a film. Jó a film, egy ilyen könnyed, egy délutános gyerekkel. Igen, na, szólok a Vikinek, hogy menjenek. Az ilyen anyás program anyás nálunk, én azt nem... Én mondtam, hogy bárhova nagyon szívesen, még a cirkuszt is végigülöm, meg állatkert, csak azokat a mod gyerekfilmeket. Nem bírod? Ne, én nagyon nem. Viccesek. Nagyon nem. Még a régi Jégkorszak, Madagaszkár, Oroszlán kezéket, igen. Ezek kb. Ugyanaz a kategória egyébként. Tehát nagyon azért... tudok szenvedni alatta. Telefonálok, e-mailezzek, Viki rám szól, tegyen már, tudod, jó. Például azt nem, kiszúrni. Nem, valami szart, nem miattam, tudod. Na, mindegy, leteszem, mert majd néznek nagyon. Mit néztek? Tökig van az a csin, mondja nyugodtan. Úgyhogy, ja. Mi is voltunk egyik héten, azt nem is mondtam, megnéztük ezt a Mentő Expedíció című filmet, ami részben ugye Magyarországon lett leforgatva Ridley Scott által. Nagyon jó kis szórakoztató film volt, nagyon tetszett. Jó, egyszer-kétszer ugye a tudományosabb részeknél elvesztettük azért a fonalat, így néztünk, mondom, mi van? Hogy nem mit mondod, de miért, hogy de hogy fogja túlélni ennyi dolat, ott is így, és tényleg a kakiban nevel. És ezért, de nagyon jó volt, nagyon szórakoztató. Kerestem Oroszlán Szonya hátát, nem találtam nem meg. Nem találtam meg, igen, de nagyon kíváncsi lettem volna rá. Fejcsineket megismerted? Meg, persze, hát ugye a vége Margit Sziget. Hát, Margit Sziget, bána, igen, próbáltam ettől elvonatkoztatni, sikerült egyébként túlnyomó rész, de ugye a vége, a záró jelenet, amikor kint üldögöl meddé van a Margit Szigeten, azért az betalált. Tehát, hogy így, Moni nem tudta ezeket, és direkt csak a film után mondta el neki, ne zavarjon be. Nem tűnt fel neki. Nem, egyébként nem Loki ennyire a lóláb, tehát nincs ilyen, hogy Berlin. És akkor látod, ahogy hívják. Kínai népköztársaság űrpalotája, vagy nem tudom mi az, űrközpont. És ott az esztergomi bazil. A műpa. Igen, a műpát csinálták meg. A kínai űrközpontnak a műpát. Vicces. De egyébként a maga film az nagyon-nagyon jó, de hát ahogy így később utána olvastam, meg Balázs is mondta, hogy ő előtte elolvasta a könyvet, nagyon sokan javasolják, hogy ezért a könyvet érdemes mellé csapni, mert hogy zseniális, és hatalmas siker volt a maga idejében, ráadásul az úriembernek az első könyve volt, és rögtön betalált, tehát rögtön dollármilliós. Andy Weir írta a könyvet, és nagyon jó kis könyv. Mindig előbb könyv. Jobb is könyve, én nagyon bántam, hogy elolvastam, mert tehát sokkal jobb könyve. Sokkal részletesebb. És a film már nem is érdekes. Hát nem annyira tudományos, mert leszűkítették, tehát nem akarták nagyon zsibbasztani a tömegeket azzal, hogy ő ezt hogy éli túl valójában a Marson, de a könyvben, és minden nagyon életszerűen van levezetve. Kivéve a marsi viharról nyilatkozta, hogy nincsenek a légkör miatt, nincsenek ilyen viharok, ami az elején van. Mert nincs légkör, így nem tudja fölborítani az űrhajót. Igen, tehát de... 40-50 km/h szél van összesen a Marson, nem lehet nagyobb. És ott meg van ilyen 130 km/h majdnem fölborul az űrhajó. Az volt az egyetlen ilyen igazi tévedése a csávónak. Egyébként minden, a burgonya termesztés, a oxigén termesztés, meg lehetne csinálni. Tudományos alapokon működik az egész történet, és meg lehet csinálni, hogy elviekben minden történhetne, akár úgy is, ahogy leírták, meg ahogy látod egyébként a filmben. Ez nem az a kategória, hogy akkor leszállnak a meteoritnak a felszínére, belefúrnak, leraknak egy atombombát, aztán vízé felrobban, és akkor megmenekül a föld, nem ez a kategória, az is jó, hogy hívják mellé, nachosz mellé, de hogy ez azért egy picit igényesebb kategória. Jó, jó. Jó van. Na, mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, mert hogy az óvó néniket, meg az óvó bácsikat is megkérdeztük, és a szülőket is arról, hogy mit hazudik a gyermek az óvodában. Ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy akinek van gyereke, az tudja, hogy a előbb-utóbb óviba iskolába kerül, kitalál a szülőkről egy-két olyan dolgot, ami nem biztos, hogy igaz. Úgyhogy megmutatjuk ezt a tegnapi adásból egy pici részletet, aztán elmegyünk hírezni, jó, úgyhogy már most mondjuk, aki játszana velünk, írjon SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en.
Ú, de jó kis dal volt. 8 perc van pontosan, 7 óra itt vagyunk, és már is játszunk. Itt van egy hallgatónk, és megpróbáljuk őt legyőzni. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Jó reggelt, halló. Jó reggelt, szervusztok. Hello, hogy szia. Szervusztok, Ádám vagyok. Ádám, kivel szeretné játszani, Ádám? Hát, ha már én megkérdezed, akkor veled, Balázs. Én minden reggel megkérdezem, aztán majd a játékos dönt. Akit választasz, én legyek én, aki választasz? Egyébként, persze. Jó. Akkor minden mást a játékban megtudunk majd egymásról, jó? Oké. Okay. Jani? 3, 2, 1, fire! Ádám, honnan hívtál minket? Szervusz, Balázs. Cetéről. Ismered? Mit csinálsz ott? Hallottam már róla. Mit csinálsz arra felé? Ott lakom és följárok Budapestre minden reggel. És mit dolgozol? Gondoltad volna, hogy minden reggel? Minden reggel, gondoltam. Persze, mit csinálsz? Én egy projektvezető vagyok, építési projektvezető. Metró, hév, villamos, ilyeneket építünk. Wow, és te vagy a projektvezetője. Igen, így van. A szakmai büszkeség, ugye? Igen, én vagyok a projekt. Ez az. Nekem köszönhetitek a 4-est. Bizonyám. Az 1-es felújítást. Ádám. Már csak szépíteni tudtunk. Ádám nagyon ütötte. Biztató volt az elején, nagyon, nem? Igen, nagy lendülettel vágtunk bele, Ádám, reménykedtem. Na mindegy, először próbálkoztam, úgyis majd. Na, hát figyelj. Játszunk majd még egyet, és akkor már valószínűleg sikerül. Jó? Jó, vannak, köszönöm, rendben. Jó, köszi. Szervusz. Ciao. Hello. Megvolt. Megvolt, jó volt. Nagy volt a lendület, az a baj. Kicsit lelassul, akkor lehet, hogy jobban. Nem volt rossz a csapdája egyébként, nem. Ez a tudod, hogy minden reggel, mert erre úgy automatikusan rávágná az ember, hogy nem honnan tudnám, nem tudom már. Most beszélünk először, de ügyesen kerültél, és aztán a szakmai büszkeség. Én imádtam, ha gondoltad volna a kérdést. Gondoltad volna? Cecéről? Minden reggel? Gondoltad volna? Azért? A betyár, cecéről minden reggel, mik vannak? Na jó, 6 perc a pontosan 7 óra, a 3-as főúton Asszalónál kamion és betegszállító ütközött, a M3-ason mérőkocsit előztünk Gyöngyös környékén, és trafi van Heren mellett, azt mondja, hogy igen. Storlódás az M3-as autópályán Budapest felé, Domonyvölgy magasságában, ezt pedig Zsuzsa küldte nekünk. Jönnek újra a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. És péntek van, hát ez mindenképpen jó. Jaj, de jó, hát a hét legboldogabb napja, és ugye azt mondják, hogy holnap péntek. Holnap ugyan rossz időcske lesz, de aztán másnap már jó idő lesz, viszont hideg, jön a hideg, úgyhogy tényleg megint idő, nagyon fura ezt mondani, de megint időszerűvé válik a téli gumi. Igen, időjárás. A téli guminak a felrakása, mert hogy végre kezdünk téliessé válni, ami mondjuk azért nem olyan nagy baj, mert november van, és tegnapról beszéltünk róla, hogy már megemlítettük, hogy imádkozunk mindannyian a jó Istenhez, hogy ne legyen olyan karácsony, mint tavaly volt, amikor esett az eső, valami nem tudom, 15 fok volt, és ilyen az egésznek semmi hangulata nem volt. Tehát, hogy nekem nagy bajom ezzel nem volt, nem, hogy idáig ilyen 16-18 fok van. Főleg a kitelepülés szempontjából. Így, az nagyon jó volt, karácsonyra leesne egy kis hó, hideg, és akkor mitén január 8-tól így visszamelegedés. Uh-huh. Föl 20-ra, és akkor már májusig kibekeljük így. Így van. Nem csoda, hogy a bécsi adventi vásárban is, amit nem csak a sznobok látogatnak, hidegsört is árulnak, hiszen... Ugye? Sose lehet tudni. Na de! Nadal, Ferrer, Murray, Wawrinka. Először ez a tegnapi, vagy nem? Nem, ezek már maiak. Ez a mai. Visszakaszt élni a tegnapira? Hát a tegnapi, csak mondom megint, hogy kettőből kettő. Igen, de hogy... Azok picit azért, hát egy Federer meg egy Djokovic verte a Nishikorit meg a Berdichet. Jó, de hogy tegnap megint kettőből kettő.
Komolyan, én mondjuk csinálok nem egy fogadóirodát. Érted eltalálni. Nem, kell, azt kellene csinálni, egyébként és azt is fogom csinálni, hogy legközelebb, amikor lesz, de hát most lassan vége az évadnak, úgyhogy várnunk kell majd az első Grand Slamre, majd a jövőjébe, akkor végig fogom fogadni az összeset, amit tényleg mondasz. Figyelj. És megnézzük, hogy a végén. Hogy nem fedeztétek föl, hogy mekkora pénz lehetősége van bennem ezáltal, hogy én ilyen tippeket adok. Már írtak, hallgatok, olyan, aki 10 000-et nyert, van, aki 30 000-et nyert ezen a héten azzal, hogy megtette a tippjeimet, és hogy de pénzt hogy hozom. Nem. Hát pénzt hozom. Én az autógram kártyáidat árulom. De most, ugye, jó, de azt már régen is csináltad. Most mennyi volt a gyoko? Ki volt tegnap? Hát a gyokóra nem sokat, azt Jani mondta. Gyoko Berdi? Így van, figyelj. Na most pont a másikat nyitottam meg, úgyhogy azt mondja, hogy de ha kettőt összeteszed, és a Federer-Di Sicorit, akkor abból lehet, hogy van egy 30-as pénzed. Figyelj, volt egy 1-14, ugye ez a Rozsés volt, és volt a gyokós, ami még 1-0-6. 1-0-6, az mondjuk 1-20. Az 1-2, tehát az mondjuk egy 20 000 forintból csinálsz mondjuk egy mennyit egy. 24. Egy 24 000 forintot csinálsz belőle. De hát a tegnap előtti tippjeimből is valaki 30 000-et csinált. Mi a mai? Mit kell mondanom? Azt mondja, hogy kérlek szépen, tessék, a mai azt mondja, hogy van nekünk egy Nadal Ferrer. Így van? Aha, az azt mondja, hogy picit nem gyorsak éppen, hiszen hogy hívják, Windows 3.1. Na mennyi az? 1-22. Tessék, ott van egy 1-22-szeres pénzed. Tehát igen, ez azt jelenti, hogy a 10 000-et fölteszek, 2200-at. Ami a banki kamat egy év alatt nem ad neked 12%-ot. 11 év alatt nem keres valamit, ezt egy óra alatt megkeresed. Vagy ha ennyit ígérnek, gyanakodjatok, mert baj lesz belőle egy két év múlva. Igen, Marcsika vagyok. Jó, tehát Nadal, Ferrer, egyértelmű. Igen. Ki a másik? Möri Wawrinka, az egy kicsit melegebb pite. Aha, igen, ott jobbak is az ócok, tehát engem igazából az érdekelne. Na, azt mondja, hogy Möri Wawrinka. Mi tudnom kéne, hogy hogy állnak most a csapatban. Tehát, hogy a Wawrinka kivel játszott, vissza tudod nézni? Nem tudod visszanézni? A csapatot? Itt kivel játszott előtte, hogy ő megverte a Ferrert, vagy kikapott a Ferrertől? Azt mondja, hogy figyelj, mondom is neked, azt mondja, hogy a Wawrinka megverte a Ferrert, megverte a Nadalt, megverte Trojkit. Most mondom a legutóbbi meccseit. Ja, a legutóbbi meccseit. Legutóbbi meccsek, aha, azt mondja, hogy hát, figyelj. Na mindegy, szóval én azt mondom, hogy Möri. De nagyon mondod, vagy ezt most csak kicsit mondtad? Ez egy kicsit meccesen. Az baj, hogy a két csávó felváltva veri egyébként egymást, hogy így nézegetem. Bari, tegnap megraktam a tenisztipédet egy kevéssel, 41 720 forintot nyertem. Mi? Akkor nem kevéssel raktam. Kevéssel megraktam, 41 700. Ez így egy a hónap közepén jól jött. Köszi, Martin. Martin nagyon szívesen, van egy pici leadó, úgyhogy ne felejtsétek el, hogy azért leadója van. Legalább egy csemeg ajándékosarat, vagy valamit. Valamit küldjetek. Hát itt a halomra keresek mindenkinek, hogy éhülye nem fogadok a saját tippjeimre. Szóval a Möri Wawrinka, az a baj mindkettőjükkel, megmondom miért nehéz, mert mindkettőknek nagyon hullámzó teljesítmény, és baromi hangulat emberek. Tehát a Möri úgy kell föl, akkor jól játszik, ha úgy kell föl, rossz játszik. Ugyanez igaz a Wawrinkára is, hogy atomteniszt is tud, de ha rossz napja van, kétszer odavágja az ütőjét, és utána lejön a pályáról lehajtott fejjel. De én azt mondom, hogy a hazai pálya, a Möri motivált, kell neki egy győzelem, akkor ő tovább is jut szerintem. Úgyhogy Möri. Muraj. Jó? Igen, ezt már megtanultam. Muraj. Muraj mennyit fizet? Mondom neked, kérlek szépen 1.57 itt ezen az oldalon. Na valaki például azt mondja, hogy Nadal nem nyer, Wawrinka viszont behúzza. Tehát valaki tök más mond. Na most menjetek már. Tehát valaki tök más mond. Eddig mondjuk neked hihetek, ki az, aki írta, tudjuk? Nem. Hidd el, hogy a Nadal megveri a Nadal megveri a Ferrert, ez egészen biztos. De hát ez az 1.22-re, ez az 1.50-es, ez jobban érdekel. A Möri Muraj? Muraj Wawrinka. Mi történt? Inkább Muraj, de hát nem tudom. Ez most, aki ezt megnyeri, a mai meccseket? Nem emlékszem már a csoportmeccsekre, hogy állnak. A Nadal már biztos, hogy tovább jut. Tehát ő már elődöntőben van. De hát neki egy kicsit mindegy is, nem lehet, hogy elengedés? A Muraj Wawrinka között, aki nyer, az hiszem az jut tovább, de nem emlékszem, hogy mit játszottak már előtte. Aha, de tehát nem lehet, hogy a Nadal ezt egy picit elengedi? Nem. Nem nincs engedi. Mert ha már úgy is benn van, akkor most minek fárasztja ki magát a Ferrer ellen? Igen. Ferrer. Nem, Ferrero. Ez Ferrero. Ez az.
Na, nézzétek le a váló társadalmat, láttátok? Beszéljünk róla egy kicsit, hát mégiscsak egy új magyar sorozat, ritkán van ilyen. Az HBO-nak volt egy-két ilyen saját gyártású sorozata, de hát ugye ez nem teljesen kereskedelmi csatorna. Ugye a Terápia volt régebben, ami nagyon-nagyon jó volt, most szintén gyártottak egyet az Aranyélet, de hogy ilyen saját gyártású heti sorozatok, azért ezek így ritkábban készültek mostanában a magyar kereskedelmi tévében. És hát tegnap elindult az egyik kereskedelmi csatornán, ha a másikon indult volna, ugyanúgy beszélnénk róla. Mint ahogy szoktunk is együtt a másik csatornának a műsorairól, sőt, még vendégünk is. Sőt, vendégünk is volt a Starban, Star két szereplő, így van, tehát nem azért beszélünk róla, mert ezen vagy azon a csatornán megy, hanem mert sokan látták. Meg egy izgalmas kezdeményezés, nem nagyon hasonlít semmi ez, ami mostanában megy. Ugye érdekes élethelyzeteket boncolgat, mert van ez az úgynevezett középkori életkrízis, is, amin állított minden nő és minden férfi átmegy. Korú. Mit mondtam? Korit. Korin, de ott is, hát de középkorban is ott is voltak azért, igen, hát csak ott van, volt a pallós jog, és akkor gyorsan el tudták indulni. Igen, ez a middle age crisis, ugye így mondják. Ugye az, így már nem tudom, mi. Tudtam, hogy ez egy kicsit összezavarlak, igen, ez a középkorú, hát mint amilyen életválság, vagy egzisztenciális válság, amikor is ugye hát tulajdonképpen lehet, hogy mindened megvan, tök jól élsz, de kicsit unod az életedet, túlságosan jó, szépek a gyerekek, szép a feleséged, jól érzed magad, de valahogy úgy egy középkorú férfi is sokszor azt érzi, de akár egy nő is, hogy valami jó lenne, ha jönne, mert kicsit unatkozom. Igen. Nem? Ez egy nagyon tipikus életérzés, ezen állítólag mindenki 45-50 éves korában egyébként átmegy, akkor jönnek ezek a nagy megőrülések. És hát erről szól részben ugye ez a sorozat is, ahol három pali, három különböző okból szingli lesz. Igen. Így van, és ez jó benne. A Scherer karakter, na, ugye, ahol zseni, a csávó az jó. Tehát, hogy a tökéletes fér, igen, a tökéletes fér is lehet egy idő után iszonyatosan frusztráló, iszonyatosan unalmas, és hát ott a feleségnél jött az agyára. A középkorú krízis, az ugye anyánál igen, jött, akinek igen. Elege volt. El van a Stoll, aki nagyon szereti a feleségét, hogy, de ugye hogy farok vezére. Így van, bár egy picit a megbicsakító történt, hogy egyébként ki akarná meg Csani Gubás Gabit. Hát jó, hogy ő már meg mindenki tud valaki. Így itt sokáig van ez a mondás. Vele. Van ez a mondás. Van ez a mondás. Van ez a mondás, hogy mindenki tud valaki. Szóval igen, és hát ugye van a harmadik fiú, akinek én bevallom férfiasan nem tudom a nevét. Megtanuljuk. Neki viszont egy hárpia a csaja, a földes Eszter, aki nagyon jó kis csaj. Hárpia, ez is tudod. És a gyereket akar. Gyereket akar, tök fiatal, de hogy neki petejérése van, és azt mondja, hogy üldözi a csávót a szerelmé, vagy na most kell, mindenféleképpen meg kell csinálni. És ez a három pali, ez valahogy ugye hát partvonalra kerül, összeköltöznek közösen egy lakásba, és innen indul maga az alapsztori, ami aztán hát már meglátjuk, hogy hova fut ki. Nekem az első kép, az elejétől kezdve néztem, ugye sötétben megáll a taxi, amiből kiszáll a Stoll, és bemegy a lakásba. Azt mondtam, hogy na, ez megint magyar lesz. Az első, a nyitó kép nekem, gyerekek, olyan ma lehet, hogy a taxi miatt. Melyik a főcím, vagy a taxi, hogy kiszállt? De az volt az első kép, sötét van megjön az utcán, megjön a Stoll egy taxiban, fizet, kiszáll és bemegy a lakásba. Már vártál, hogy mögötte fékez görbe lébe egy babettába. És pontosan, nekem ez volt az első, és ezt, a második pillanatban sikerült megfordítani, és azt mondtam, hogy na jó, van, kiléptünk ebből a dologból, de egy dolgot mondjatok nekem, mi történt a Stoll bucival? Ez egy jó kérdés. Hogy néz ki a Stoll, gyerekek? Nekem, mint aki agyobbotoxolta magát, be van festve a haja feketére, ki van húzva föl, van húzva a haja ide a homlok a közepére, én így megdöbbentem. Eleve adtak a bucira egy normális zakót, meg egy inget, ez nagyon sokat dob egy palin, ezt a Jani esetében is szoktuk látni, egy fotózáson, hogy amikor egészen véletlenül, nem a lőrinci turkálóból öltözik, és találnak a méretemben egy nem konfekció. Tehát ráadnak egy normális nadrágot, betűrik, és egy zakó, mondjuk eljön, mit tudom, egy gyertek áldó, és kap egy zakót és egy inget, és azt mondom, hogy ki ez a srác? Ki ez a fiú? Ugye, hogy azért ugye, hogy nem kell mindig csinosnak lenni, de néha nem árt, hogy az ember észrevegye a különbséget. Hogy... Szóval rá is adtak, ő azért hát szereti ezeket a nagy kinőtt pulcsi, márvány koptatott farmer, tehát hogy nem öltözik túlságosan mindig jól, de hát azért jól, jó cuccokat adtak rá. Egy szűkített zakó, normális ing betűrve, és már azt mondott, hogy egyből elindult. De valóban az arca egyébként kicsit olyan, mintha felhúzták volna, vagy csak nagyon jó asmik. Normál hajat vágattak neki, tehát van egy ilyen egészen divatos frizurája, azért a buci az elmúlt 10 éve tudott nagyon durva dolgokat hordani, és lehet, hogy kicsit botoxolt. Szerintem kicsit lehet, hogy feltöltette. Szerintem hialuronsav. Nem, szerintem, igen, ezt akartam mondani, hogy náluk otthon a Csabból is hialuronsav folyik, valószínűleg is azzal mosogatja reggelent az arcát, vagy nem tudom. Picit fura egyébként, igen.
Vagy egy kicsit, mint hogyha ha valaki rányitotta volna az ajtót. Ha, ha ha meg tudatosan ilyenre sminkelték, de azt meg nem tudom elképzelni, hogy miért kell megváltoztatni. Meg a karaktere nem kívánja meg. Meg azt nem tudod így kisminkelni. Tehát az, hogy valaki 10 évet fiatalodik, vagy 5 évet, azt te nem tudod sminkel megcsinálni. Tehát lehet jó sminket fölteni, de nem tudod így az arcát megfeszíteni sminkel. És semmilyen alapozóval se krémmel. Igen, vártad, hogy amikor hátulról mutatják, látszódnak hátul a ruhacsipeszek, tudod, amikor megfogják a fejből, vagy igen, vagy véletlenül elaludt a szoliban, vagy ilyesmi, akkor szokott az ebben ki lenni az arc, hogy igen, furán nézett ki. De egyébként mindenki... De maga az alapsztori tök jó, meg tök hétköznapi, hogy úgy valamelyik karakter szerepére vagy beleéled magad, mert ilyen vagy ilyen szeretnél lenni, vagy a csajod ilyen, vagy a házasságod ilyen. Nézzetek körbe, hogy mennyi válás van magasság. Hát nagyon tehát, sok. Hogy annyira betalált egyébként a témaválasztás, hogy irgalmatlan. Tehát szerintem a magyar társadalom 70%-a most vagy válik, vagy válni készül. Igen. Akik házasok. Mondjuk azt is el lehet mondani, hogy a mai magyar társadalom 70%-a nem jut el idáig, hogy ilyen hosszú kapcsolatai lehetnek, mint mondjuk Serel Péternek. Ja, 16. Hát a Serel, ugye. Az indiános élet mekkora volt az iskola előtt? De eleve az, hogy a 16. házasság évfordulója megfőzte azokat az ételeket, a 18. amit ettek egyszer, nem tudom, Kuala Lumpurban, meg nem tudom, hol is. Szöulban, Brüsszben. Kimcsi leves, meg nem tudom. Szöulban, meg Brüsszben ő azt ugye megfőzte a feleségének. És tulajdonképpen a felesége van abban az élethelyzetben, ami elményeket sokkal, igen, hogy aranyos, szép, jó házasságuk, végse jó, de hogy valami nem működik, valami elfáradt, és kell valami új. Igen, de az ugye? Is fura, mert hogy a nők nagy része, 99%-a azt várná, hogy legyen mellette egy olyan férfi, aki dédelgeti, aki a tenyérén hordozza, aki mindent megtesz érte, minden szavát lesi, az ágyba viszi a reggelit, stb. Igen, de a nőknek meg lehet, hogy hiányzik, hogy legyél egy kicsit férfi, hogyha 16 éven keresztül a tenyerete hordozod, akkor néha kicsit legyél vad, kicsit durva, kicsit improvizatív, tudod, és nem mindig ez a nagyon alámenős, nagyon hajbókolós. Akkor csak helyet kéne cserélniük a stollal, nem? Akkor csak helyet kéne cserélniük a stollal, igen. Szóval jó, hát van még egy-két olyan dialógus, ami kicsit úgy döcög, meg azt érzed, hogy olyan magyaros, de közben egyébként egy képileg baromi szép, a színészek baromi jók, tehát hogy messze átlagon, felül. Igen, már ilyen reklámfilmes. Reklámfilmesen tökéletes benne minden. Vitathatatlanul szép, igen. Ez a középkori életkrízis, ez úgy mindenkinél eljön, vagy van, aki ezt átugorja? Mi már túl vagyunk rajta, te vagy az elején. Hát fene se tudja, hogy túl vagytok-e. Túl vagytok-e rajta. Ez ilyen 48-50 év körül jön állítólag. Tehát, akkor hogy még előtte vagyunk. Ez egyelő a kapuzárással? Szerintem ez ugyanaz. Hogy elkezdesz keresni valamit, ugye krízisbe kerülsz közepes korodban, mondja a neve is a történetnek, elkezdesz kutatni, keresni valami mást, és az emberek legkevésbé szokták azzal átélni ezt a krízist, hogy a jelenlévő kapcsolatukban próbálják ezt megvalósítani. Igen. Jó, de ez mondjuk nem feltétlenül csajozásban nyilvánul. Nem azt mondom, már bármi másban, de hogy a legkevéssé úgy próbálod megoldani, hogy azzal, akivel mondjuk együtt vagy 20 éve, 50 éves vagy 30 éves korotokban összejöttetek, 20 éve együtt vagy vele próbálod átélni. Azt mondod, hogy anya, keressünk valamit közösen, nem ezt csinálod, hanem akkor fogsz kétüléses sportautót venni magadnak, nagyon gyorsan, akkor fogsz elmenni, nem tudom, extrém sportokat űzni, leugrassz a Kuala Lumpuri nagy torony tetejéről egy ilyen denevér ruhában, akkor keresel olyan dolgokat, amivel ezeket megpróbálod túl. Így van. Akkor vethet fel először az elhajlási engedélynek a. Istenem, ezen már túl vagy. Igen. Már erről beszéltünk, csak nem kaptuk. És akkor ezen mindenki átmegy, tehát mi is, ahogy átmész a kamaszkori válságon, és lázad a szüleid ellen, és haragszol a világra, és leginkább a szüleidre, ezen az életközépi válságon ezen átmegy mindenki. Előbb-utóbb mindenkinek leesik szerintem a tantusz az, hogy basszus, telik az idő, és vannak dolgok az életemben, amiket nem sikerült megvalósítani, amik mellette elmentem, amiket kihagytam, amiből kevés volt, kevés jutott, és akkor elkezdesz rajta gondolkodni, hogy mi lenne, ha elkezdenék pótolni. És akkor jönnek ezek a szituációk. Szóval meg volt régen is, csak akkor nem volt divat. Nem volt divat elválni, nem volt divat 50 évesen megőrülni. Egy-két ember megcsinálta. Voltak legális nyilvános házak. Meg lehetett oldani másképpen a dolgot. Az a polgári élet, ugye? Ugye milyen szép volt az. Az a boldog békei élet, ugye? Még voltak szivar szalonok. Az a szivar. Az. Igen. De megvan most is, szerintem mindenkinél. Megvan ki, hogy kezeli. Meg.
Tehát valaki tényleg úgy kezeli, hogy akkor elkezd fűvel, fával, és akkor iszonyatosan elkezd csajozni, valaki meg vesz magának egy, hogy hívják ott, egy 3 milliós izét, a choppert, mert hogy szerinte abban van a kakó, abban van a tuti, és akkor hogy hívják, felfedezi magának a Born to be Wild-ot. Igen, és igen. Megy. Vagy így, vagy úgy, de megnyilvánul ez szerintem. Elkezd öltözködni, elkezd vagánykodni, elkezd lejárni, hogy hívják a konditerembe, kirugatja magát a munkahelyén, aztán elkezd gyúrni. De ez nem feltétlenül csak az amerikai szépségben, ezért mondom. De ezt mondjuk ezt mi is, igen, hogy nem feltétlenül csajozás, ugye, hanem hogy így, egy csomó hogy mindenben, extrém hogy múlik a fiatalságod, igen, múlik a fiatalságod, de rájössz még arra, hogy nem vagy már fiatal, de még szeretnél olyan dolgokat megtenni tényleg, amit ti is mondtok, kipróbálni, és akkor ebből jön egy ilyen kis utáskodás. Igen, nem? Csak azért érdekes, hogy azt is elkezdtük fejtegetni, hogy ezt miért egyedül akarod, vagy miért nem azzal akarod megcsinálni, akivel, ha nem a csajozás van benne. Tehát 20 éve együtt élsz egy nővel. Nem a megcsalásban keresed a kitörési pontot, hanem abban, hogy te valami mást akarsz csinálni. És mégse vele csinálod. Mégse azzal a nővel, akivel csinálod. Ez a járható út szerintem. Igen. Én is például 20 év várnézés után nyitottam a kastélyok irányba. Tessék, és Mónika, hogy megy veled? De gyönyörűen igen. Igen, de ez egyébként nem csak arról szól szerintem, még én nem éltem még át, de hát tényleg mindenki átmegy rajta, hogy neked a csajozás hiányzik, hanem hogy pont arról szól, hogy megvan mindened, boldog vagy, de mégsem találod a helyedet, mégis kicsit unatkozol, mégis azt gondolod, hogy örülnöd kellene az életnek, de közben az egészet kicsit unod, és elmennél valahova máshova valami tök más csinálni. És úgy érzed, hogy hiányzik valami az életedből, de te sem tudod megfogalmazni, hogy mit, csak azt érzed, hogy mennek a napok, mennek a hetek, mennek az évek, és valahol belül tökre unatkozol, és egyedül vagy. De közben van két gyereked, van feleséged, és mindened megvan. Ami csodálatos dolog. És boldog lehetnél, de közben valahogy az egészet kicsit mégis unod, vagy azt kérdezed minden nap magadtól, hogy ennyi? Nem, nincs több. Lefutott az egész, és ebben nincs már több, és mindent megértem, amit meg lehetett, megkaptam, minden rendben van, de nincs benne több. Tehát nem jön más. Megvan a gyerek, megvan a család, megvan a feleség, jövünk, megyünk, hétvégi program, ide megyünk, oda megyünk, de valójában ennyi az egész. Nincs már több, egy nagy fellángolás, egy nagy dolog, egy nagy változás, egy nagy történés. Szép csöndben átadjuk magunkat az elmúlásnak, és még így leélünk 20 évet, és nagyjából ennyi? Ja, Istenem. Igen. És szoktatok ilyeneken gondolkozni? Nem szoktatok ilyeneken gondolkozni? Most még jön egy Hollywood szám is meglepő. Mert szerintem a középkori életkrízis az valójában erről szól. Erről. Ezeket kérdezed meg magadtól, hogy nincs már más. Hogy ennyi? Hogy mindenem megvan, köszönöm, hogy ilyen boldog vagyok, tök jó, de valójában boldog vagyok, vagy kicsit unom az egészet, és kicsit jó lenne még, ha történne valami. De én se tudom, jelzi? Hogy mi, csak történjen még valami, mert nem lehet, hogy ez az egész ennyi. Uh-huh. Tényleg ennyi? Vége? De akkor ez nem kevés is. Azért kell, hogy kipróbálgassál más dolgokat meg, hogy adott esetben egy picit hosszabbra eresz a gyeplőt mondjuk a párod, vagy mondjuk ketten bevállaljatok olyan dolgokat, amiket addig nem vállaltatok be, hogy elkezdjétek adott esetben értékelni azt, amit elértetek meg, azt, amitek van, hogy egy picit kívülről tudjátok nézni a saját kapcsolatotokat, és azt mondjátok, hogy basszus, hát minden marhára rendben van. Ez mindig egy nagy trauma kell szerintem. Tehát az, hogy te valójában benne vagy valami, és benne vagy egy ilyen középkori életkrízisbe, akkor valami nagy trauma kell, hogy történjen, hogy te azt értékeld, ami benne van. Szerintem nagyon sok ember jár ebben a cipőben. Hogy úgy unatkozol, hogy közben mindened megvan. De mondjuk, miről szól az életed? Mi a célja? Van-e még célja? Vagy szól-e még ez a dolog egyáltalán valamiről? Vagy ennyi mindent megtartom, most 50 éves vagyok, 48-50, valójában nem tudom, hogy még mi történik. Igazad, de olyan jó lenne, ha még történne valami. De micsoda? Mert ha jól emlékszem, te is akkor kezdted el igazán értékelni a régi négy karikást, amikor megvetted a rovert. Látod? Igen. Látod, hogy azt mondtam, hogy kellett nekem indiai autót venni, mikor ott volt a négy karikás. Jó vas. De ti soha nem kérdezitek ezt meg magatoktól? Dehogy nem. Szerintem mindenki. Van, amikor alszok, de egyébként mindig. És már a feleségeink is megkérdezik. Igen. Hogy? Nem, már nem. Mert úgy is már nem, már úgy is ez van. Nem, szerintem mindenki keresi azt a pontot, ami nyilván a gyerek ad annyit, de mégse azt adja. Mást ad, amire gond... nem azt adja. Igen, nem kevesebbet. Mást ad. Igen, nem kevesebbet, tök más, de nem mindig azt keresed, hogy jaj, de jó a gyerekkel focizni. Mert hát, hogy tök jó a gyerekkel focizni, de nem mindig ezt keresed, nem? Igen, de már nem tudsz olyan dolgot. Most mit húzzunk még be erre az életre? Tehát mivel szeretnéd még földobni? Én minden nap ezeken gondolkozom, hogy ennyi? Pedig kicsit igen. Nincs más? Vége? Nincs, de nagyon nincs már. Nem szoktam ezzel, ülök a kocsi, megyek haza, és azt mondom, oké, rendben van. Tehát van két szép gyerekem, van egy szép feleségem, dolgozom, bejárok naponta dolgozni,
és itt a vége. Tehát ez még így megy 20 évig, 30 évig, és de még nem történik igen, semmi. Igen, de ezek jó dolgok, hogy másoknak ezek az életcélok, külön-külön igen, is. Én azt értem, de az, hogy másnak mi az életcél, ez engem rohadtul nem vigasztal, ez engem nem érdekel, mert ugye az ember gyarló, az ember azon gondolkozik, amit ő érdekel. Tehát nem ülsz úgy a kocsiba, hogy nézed a járókért, és azt mondod, ő most biztos irigyel engem, tehát akkor nekem milyen jó, mert az ember nem így működik. Az ember úgy működik, hogy a saját életén gondolkozik, és közben kattog azon, hogy van-e még ebben valami. De nem biztos, hogy magadnak meg tudod fogalmazni, hogy mi. Csak gondolkozol, hogy tényleg ennyi? Tényleg ennyi? Nincs más? Ennyi volt? Igen. Megtörtént minden, aminek egy életben, egy normál életben meg kell történnie. Az egzisztencia, a család, a kocsi. Ezek ugye a legbanálisabb dolgok. Úgy értem, egzisztencia, munka, kocsi, gyerek, óvoda, iskola. És tulajdonképpen ebben a fajta nagyon idilli nyugalomban nem történik más? Nézd! Érted, mit kérdezek? Értelek, tulajdonképpen minden van megvan, egy csomó... de közben kicsit szerintem rengeteg igen. ember vágyik arra, hogy még valami történjen, de nem tudod megmondani, hogy mi. Mondom, csak ne legyen ennyi. Csomó dologról lekéstél már, lekéstünk mi is. Nem leszünk már űrhajósok, de nem azt, leszünk de már rockstárok. Én nem tudom elfogadni, Feri, azt, hogy az nem amikor rád nézek, akkor mindig eszembe jut, hogy basszus, én már soha nem fogom alsósra játszani a kis színpadon a Final Countdown szóló nélkül. Érted? Hát, de én már játszom. Nekem már megvan. Nekünk például a zenekar, azt szerintem tökre ez. Nekünk a zenekar például teljesen ez a kitörési pont, amikor azt mondod, hogy hónapban kétszer beülsz a mikrobuszba, elmész egy koncertre, és ott egy picit elhiszed, hogy te mekkora ízű gitáristen vagy. Hát nem vagy az, hogy lennél az. Az lesz a gitáristen. Na, de nekünk ez például ez a zenekar tagjai számára. Érted? Ez pont ez az a pont, ami még 50 évesen is azt mondta, hogy akkor is, ha még akkor is, ha még akkor pont nem játszuk, mondjuk, még akkor is, ha akkor is. Az új cipő, azt nyomjátok, tudom, hát az alapdaló. De nekem ugyanez a barátom, de elmegyünk hétvégére, együtt töltünk, elutazunk két napra, a külföldre három napra, hát megy az őrjöngés, és nagyon durván toljuk. Akkor mi hiányzik még? Na erről szól a középkori életkrízis. Hogy nekem már az se elég? Az összetört szállodai szobák? Ja, a kidobott telefonok így van. Four Seasonből, mint Axl Rose 92-ben. Azt mondta, a telekult ágyneműk. Nem, ezek csak pillanatokra jönnek be. Neked nem, vezetsz a kocsiba, van egy jó hétköznap, hallgatsz egy jó zenét, és akkor jönnek ezek a kérdések, hogy vajon mit tartogat még az élet? Ezért tolott ezeket a retronotákat, hogy mindig elhozd ezeket a régi emlékeket. Érted? Mit szenvedünk, te meg élvezkedsz. De nem régi emlékeket akarok újra élni, tehát én nem a régi emlékekről szól. Tehát, hogy mindannyian egy picit így gondolkodunk. Nekem semmiféle régi emlékem nincs, amihez én újra ragaszkodnék. Tehát én nem akarok, én pont nem ezen gondolkozom, hogy mit hoznék még vissza az életembe, akarnék-e újra 20 éves lenni, vagy újra nem tudom mit csinálni. Tehát ez pont arról szól, hogy mi az új, mi jön még, mit ad még az élet, ami egy kicsit azt érzed azzal, hogy úristen, most élsz. És nem mondani, nem gondolsz, viszont nosztalgikusan azok a pillanatokra, mint mondjuk, amikor mondjuk egy férfit bevezettek pórázon a stúdióba. De nem vágyom újra Balázsóra, tehát hogy hogy nem. Legyen szép, hogy a szakmai őrület, másfajta televíziózás. Hogy nem kell disztingválnod, érted, nem kell megfelelned senkinek, csinálhatsz azt gyakorlatilag, amit akarsz. Legálisan egy csomó olyan dolgot megléphetsz, amiket egyébként mostanában már nem biztos, hogy meg lehet. Mert azt mondják, hogy egyrészt ugye már megint visszaköszön a 20 évvel ezelőtt jön magad, másrészt meg azt mondják, hogy basszus, érted, tehát hogy nem, hogy mit fognak szólni hozzá mit tudom én, a támogatók, a szponzorok, a tulajdonosok, mennyire jó lenne, érted, egyszer-egyszer tényleg, legalább évente egyszer tartatnánk, vagy csinálhatnánk egy olyan műsort mi is, amiben lehetne ez, ereszdel a hajad, és hogy hívják, és tényleg azt kimondod, és megcsinálod, amit ebben igen, a igen, én műsorokban kevésbé gondolkozom. Szerintem az élet legfontosabb célja az, hogy amikor elérted azt, amit a társadalom tőled megkívánt, ugye? Hát szerepek vannak. Tehát gyerek, család, megcsináltad, autó, lakás. Létrehoztad. Ezt mondták otthon, ezt diktálta mindenki, ezt diktálja a környezet. Megvan az autód, a családod, a gyereked, a szép feles, megvan minden. Akkor találd meg azt, amiről ez valójában szól. Szól-e másról? Szól másról, egyénileg vagy ahol szól, hogy legyél jó szülő, legyél apa, éld le az életedet, adj át mindent, hajd meg. Vagy van-e még, vagy van-e még valami? Meg tudom-e találni azt, ami valójában izgat, ami valójában örömet okoz, ami valójában még jobban kiteljesít? Vagy ez a szerep, hogy apa,
családfenntartó, gyereknevelő. Nem, ez a társadalmilag elvált szerep, amit te mondasz, lehet például egyedül is teljes életet élni, de saját magadnak neked kell megtalálnod valamit, amit ő jó lesz. Igen. És azt keresgéljük hosszú évet. Az, ami örömet lehet, okoz, hogy az út maga a keresgélés. Tehát lehet, hogy a maga a keresgélés. Igen, tehát, hogy minden igen. ember keres, és igen, minden ember ül a kocsiban, megy a metró, és azon gondolkozik, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz, mi az, ami engem örömmel tölt el, mert nekem megvan a gyerekem, van családom, én ezt így jól érzem magam, de mi az a plusz, amit még meg kell találnom, hogy úgy érezzem, hogy valójában szól valamiről az életem. Így van, és most mindenki, aki mondjuk autóval van, átnéz, akkor a másik ember is ugyanezen agyal. Biztos vagyok benne. Nem, az, hogy zöld is miért nem mész. Igen. És hogy nekem jobb az autóm, neked meg rosszabb, vagy éppen pont fordítva, rohadjál meg, hogy neked jobb. Vagy a boldoggá tevés útját, azt az a szőke tudná egyengetni például. Igen. Lehet, igen, hogy nem, ez. De nem ez. Félreértés, ez nem feltétlen csak arról szól, vagy nem arról, hogy most csajozzál, vagy ne csajozzál. Ennek szerintem vannak mélyebb értelmei, vagy nagyobb. A csajozás is inkább szerintem csak a szabadságról szól. Tehát nem arról, hogy most akkor, hogy hívják, érted? Őt is, kipipál, meg őt is, érted? Úgyse érni a végére, soha nem kapadsz meg mindenőt. Inkább csak a szabadságról, hogy megint olyan lehet, mint mit tudom én, mint régen. Na, mint régen az mi? Nem, igen, én sem ezt érzem, hogy de jó lenne, olyan lenne, mint régen. Nekem bennem tökre nem ez van. Hogy de jó lenne, ha olyan lenne, mint 20 éves. Én nem akarok újra 20 éves lenni. Tök nagy, de 20 évesnek lenni, ugyanabban az élethelyzetben lenni, mondjuk azzal az aggyal, amit most van, az már szerintem azért az izgalmas. Tehát, hogy nyilván, hogy 20 éves, én sem szeretnék, mert hogy volt egy-két probléma azért körülöttünk, érted? De hogy azért basszus. Tehát, hogy nyilván az embernek vannak az emberek szemben elvárások, otthon is, a munkahelyén is, stb. Ha ezek nem lennének, azért néha könnyebb lenne. Na igen. Hát ez mindenki máshogy éli meg. Na, jól van. Vegyünk egy motort, az a biztos. Aha. Halálosan elgondolkoztam rajta, hogy veszek egy motort, csak aztán rájöttem, annyira közhelyes sztori. De lehet, hogy a 40 közhelyes... évesen elkezdesz motorozni, a legbénább, tudod. De nem. Azonnal elütnek egy piros lámpával, egy ategóval, tudod. Bang! Vagy egy multiplával. Enyém a világ, anya, majd jövök. És egy S-cross-szal, tudod, egy ilyen multiplával, egy ilyen 60 éves kalapos bácsi annyira elüt azonnal, hogy és tudod, nem halsz meg, csak mondjuk lebénulsz. Á, béna, nem. Ha nem motoroztál fiatalon, nem motorozzál 40 évesen. Nem? Hát akkor nem tudom. Akkor kitaláljuk. Nem, akkor taníts meg a Final Countdown-t. Fél 8 út, pontosan 7 perccel jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 van pontosan, szép reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó munkanapján. Mikor kezdjük majd ledolgozni a decembert? Mi soha, hál' Isten, de hogy azért vannak, akik valami... December 24-ét kell majd, ugye? Előtte ledolgozni, valamikor megtalálni. Ha valaki nekem elmagyarázza, hogy miért kell a 24-ét, amikor az már szenteste. Értem, hogy régen úgy volt. Hát mert a 25-e a piros betűs ünnep tulajdonképpen. Tehát a 24-én... Értem, hogy anyáméknak kellett még dolgozni, de most... Államunk, pártunk, kormányunk ugye megengedi, hogy te már otthon töltsd, de ahhoz viszont azt neked előtte valamikor le kell dolgozni. Most csak azért kérdezem, hogy ne nagyon hájpoljam a hétvégét, ha esetleg munkanap van holnap, tudod, hogy mindenki akkor szabadság, hétvége, gyerekek, menjünk pihenni, és 4000 SMS, hogy rohadj meg! Neked! Tudom, hogy így évvége felé ezt már így péntekenként óvatosabban kell mondani, hiszen az később van, amikor decemberben van, ugye, amikor ledolgozzuk majd a 24-et, akkor nem nagyon hájpolom a pénteket. Most még lehet mondani, hogy reméljük, hogy sokan tudtok pihenni. Na, egy-két SMS csak, hogy mit érnek a hallgatóink a közlekedés fronton. Herenden esik sajnos, a 8-as úton ugyanitt vasúti felüljárón munkálatok vannak, Feri küldte nekünk, úgyhogy mindenki vigyázzon. Budai-Pesti alsó rakparton lassú haladás, csak úgy, mint az M3-as bevezető szakaszán, egy kicsit az átlagosnál is lassabb. Leányfalutól Szentendre felé arra szorunk, Black Friday van, Balázs küldte nekünk. Valamint Asszalón mentő csattant kamionnal. Sajnos, Atyaisten, hát reméljük, hogy nem sérült meg senki. Csordán a Sopron felől érkezőket mérik, hát ez ugye csak a szokásos. És azt nézem, hogy Kecskeméten mérnek a rendőrök a Dunaföldvári úton az autómosó mellett a városból kifelé. Tergi küldte nekünk. Dec 12, amikor akkor hétvégén. Akkor dolgozzuk le 24-et. Uh-huh. Hétvégén dolgozunk. Uh-huh. 30 éves vagyok, szép család, gyönyörű kisgyerek, és mégis nap mint nap hasonló gondolatok foglalkoztatnak. Oké, hogy bizonyos szempontból már többet kaptam az élettől, mint általában egy 30-as, szóval lehet, hogy az egész élethelyzet és nem kor függő, kérdezi egy hallgató.
Szerintem abszolút lehet. Ez egy kollektív tudat, ami az embereket összeköti, hogy mindenki gondolkozik hasonlóan. Még feltételezem akkor is egyébként, ha anyagilag nincs feltétlen vele minden rendben, és azért küzd, hogy hónapról hónapra megélhessen, közben szerintem ők sem csak a napi küzdelemmel vannak elfoglalva, hanem az ember típustól, kortól függetlenül kérdezi meg magától, hogy valójában szól-e még valamiről, vagy miről szól valójában, vagy mi az élet értelme. Ezen szerintem azért mindenki gondolkodik, nem? Mi a helyed? Mi a cél? Mi az értelme? Fölkelünk föl, mert fölneveljük, átadjuk, meghalunk, vége? Vagy valami másról, többről, mélyebbről? Hát, vagy van, aki megtalálja, van, aki nem, is mindenkinek azon kéne dolgozni, hogy megtalálja? Többről kellene, hogy szóljon. De miről? Akkor miről? Mi hát az élményekről? Na figyeljetek, nekem az élménygyűjtésről. Tehát arról, hogy újabb és újabb élményeket átélni, igen, és látni, nincs valami mélyebb dolgot, valóság, minél nincs többet valami... látni a világból, minél többet megtudni a világról. Nincs valami mélyebb értelme, vagy valami mélyebb valóság? De lehet, hogy így találom meg azokat a mélyebb dolgokat. Tehát, lehet, hogy a célja mindenkinek ugyanaz, csak az út más. Hát de megtudni sokat a világról, meg élményeket szerezni, igen, ez is lehet. Persze. Még az előbb-utóbb el kell kezdened külföldre menni. De csak mondom, hogy azért előbb-utóbb már mindent megnéznéd háromszor, tehát az új élmények, nyilván van, persze el lehet menni Magyarország, és csomó új élmény, csak mondom, hogy azért 50 évesen tágítani kell a horizontot. Figyelj, ez kicsit olyan, mint a múltkor beszélgetünk mondjuk a Caminóról, hogy valakinek a Caminón kell végigmennie, van, akinek meg elég, mondjuk elég idézőjelben, mert semmi kérdésen akarok degradálni, hogy akkor végigmegy az országos kék túra, nem ugyanaz? Érted? Valakinek a kék túra lehetne a Caminó, mert igazából nem az a lényeg, hogy hol gyalogolsz, meg hogy hol teszed meg ezeket a kilométereket, hanem az, hogy egy picit magadra maradjál a gondolataiddal, nem? Lehet. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Érted? És valakinek a Caminón végigmenni az felér egy megvilágosodással, valaki meg csak arra jön rá, amikor végigmegy, hogy rohadtul fáj a láb, és nem kéne így gyalogolni. És hogy már nem érjek az izületeit. Amúgy is mindig ezek a kérdések vannak a fejemben, ma éppen nem jutott az eszembe, de nála, hála nektek megint szarnapom lesz. Na, örülünk. Mi csak megnéztünk egy új tévéműsor. De hatással vagyunk rád. Amiről beszéltek, az mind csak díszletek az élethez. Van, akinek jobb, van, akinek kevésbé. A lényeg szerintem, hogy minden nap megtaláld a boldogságot. Ezt Attila küldte nekünk. Életközépi válság ellen lehet pucéran beleszaladni a naplementébe. Kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen. Igen, ennek az életnek semmi célja sajnos, írja egy hallgató. Viszont ha vallás irányból nézzük meg a dolgot, akkor elég sok kérdésre kaphatsz választ, nem papolni szeretnék, és közhelye kell jönni, ez csak a szimpla valóság. Jó helyen kell keresni, és akkor megtalálod, írja egy másik hallgató. Aztán van, aki könyvtippeket küld, hogy mi a jó, hogy Eckhart-tól le, meg Vörös Oroszlánt kell elolvasni, és akkor abban megtalálod. Hát ezeket elolvastam, nem találtam meg. Szepes Mária nagyon jó, hogy kiváló Vörös Oroszlán zseniális. Persze, kiváló könyvei vannak, csak hát nem könyvön keresztül fogod te azt megtalálni szerintem. Lagzi Lajcsi simán beérni annyival, mint ami most nektek van, úgyhogy ne gondolkozzatok ilyenen. Látod, ugye, hogy milyen relatív a valóság. Én azt gondolom, hogy ő nem érte be. Ne, ő extrémet keresett. Hát, igen. Meg lett. Igen. Na jó, nem filozofálgatunk tovább, néha szerintem ez is belefér, nincs ezzel baj. Játszunk, itt van a játékosunk, akivel, Owen bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Van egy érdekes elméletem, elmondjam, vagy már kinyírjátok magatokat? Nem, még nem. Nyugodtan nem, de ha elkezded, akkor igen. Ha tényleg érdekes. De neked érdekes, vagy nekünk is érdekes? Tényleg, hogy nem fogjátok érteni. Aha, a két bunkó, már megint itt vagyunk. Pontosabban két elméletem is van. Na, figyelj, az egyszerűbbet, a fapadosat. Amit így megértenek így a prolik is. Na, mondjad, légy szerint, és próbáljuk. Na, most meg. Hát, ha. Ne, hát, próbáljuk meg, hogy milyen drága olyan rohagy meg. Játsszuk le aztán. Játsszuk le aztán, mert elmondom. Halló, jó reggel! Sziasztok! Zsuzsi, hello, Zsuzsi! Sziasztok, Zsuzsi vagyok, Győrből. Hát sziasztok, fiúk! Ilyen reggel, szia. Kicsit filozofálgatunk, de néha talán ez is belefér. De szép volt az adventi vásár. Oh. Elindult már az adventi vásárotok? Nem, november 27-én indul a téli fesztivál, úgyhogy onnantól fog. Igen, hát azért számolgattuk mi is a nap elején, hogy jövő héttől kezdődik ugye az advent, ugye? Csak kérdezem, mert vannak már vásárok, amik egészen hamar kinyitnak. Szép? Igen, itt akkor fog nyitni, 27-én. Az jó. Mit dolgozol, Zsuzsi? Én ügyfélszolgálatos vagyok. Ügyfélszolgálatos vagy. Jó van, hol? Biztosítóban. Biztosítónál, jól van. Szereted csinálni? Igen, szeretem. Jól van. Oké, na mutassunk valamit, Zsuzsi, jó? Figyelj. Jó. A mező.
A mezőn vannak. Így van. Lecseréltek a bantákat. Na figyelj, valami kis filmrészlet, vagy filmzenét kell kitalálnod. Oké. Okay. Könnyű lesz. Adjad már! De könnyű. Hát, ez a Star Wars, nem? Az bizony, de ez az. Super! Hát azért ebbe hallgassunk bele kicsit, nem? De ez 18. Már lehet kapni egyéket? Hol már ez? El is vitték. Elővételben? Aha, elárom neked, hogy már nem tudsz bemenni az napra. Na aznap csak a sztabok nézik meg, nem Jani? Tök egyértelmű. Aki aznap megy moziba, az Jani szerint mint snob. Tehát, aki Bécsbe megy, és aki a premier napján néz Star Wars-t, az a snob. Zsuzsi, van egy ajándékcsomagod, nagyon ügyi vagy. Aj, nagyon örülök. Hamar ment. Star Wars rajongó vagy? A férjem nagyon szereti, úgyhogy ő miatt néztem meg szerintem a moziba is elmegyünk. Na hát ilyen egy rendes feleség, hogy elkíséri a párját. Elkíséri a párját moziba. De hát nem igen. Kedveled egyébként nagyon. Hát annyira nem. Megnézem, meg szórakoztat, de nem vagyok rajongó, nem vagyok odaérte. Mit nézel inkább? Elfújta a szél? Nem. Én inkább vígjátékokat. Végjátékokat, az is jó. Ez egy Casablanca a filmmúzeumban, amikor láttam őket, már akkor is 30 éves filmek. Úristen, igen. Zsuzsi, küldjük neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Ha nem beszélünk, akkor pedig áldott meghittból békés volt. Ó, ne kezdjél! Jó, kicsit előre sietem. Találkozunk Győrben. Így van, meghitt békés, áldott ünnepet kívánunk neked. Puszi! Köszi, sziasztok, hello. Úgy érzed, hogy még kicsit, talán még ez kicsit korábban. Ezt majd decemberben indítsuk, jó? Igen, vagy legalább a jövő hétvégén, mert akkor már ugye ünnepkör van, még, akkor igen. Advent kezdődik, már mondhatod, de ma még ne. Még most ne robbantsuk fel a karácsonybombát. Jó, jogos, ez kicsit talán korai november közepén. 6 perc, pontosan, igen? Hol van az intellektuális termonukleáris robbanás, amit ígértél, a két elmélet? 6 perc múlva hallod, hírek. Nem tudom, hogy kész vagy, tök-e rá. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Azt nézem, hogy milyen közlekedési híreink vannak, mi helyzet az utakon, mit írnak, ami drága hallgatóink, azt mondja, hogy... Kisterautó egyik féklámpája nem működik a háromból, kérlek mondjátok be, csak hát nem tudom megfejteni, háromból hogy ez... Háromból egy nem működik? Igen, KRN 056 ez a rendszám, ez egy kisterautó, és nem működik. Nem működik, így van. Háromból. Egyik féklámpája sem. Még nem akkora dráma, nyilván nem jó, de azért ha kettő működik a háromból, azért még észre lehet venni, nem? Egyik féklámpája sem működik a háromból. Sem. Ja, úgy értettem, hogy egyik nem működik. Ha az már nagyobb baj. Ugye szóljatok neki. Igen, mert hogy nem működik. Nem működik. Azt mondja, hogy úristen, mennyi játék megfejtés, te jó Isten. M5-ösön van egy kis fennakadás a 49-es kilométernél, mert hogy fotóznak. Hát fennakadás pontosabban nincs, csak trafiznak Kecskemét felé, úgyhogy mindenki vigyázzon. Lányfalutól Szentendre felé arra szólunk a Black Friday miatt, Balázs küldte nekünk. Aztán Aszalon mentről csattant kamionnal, sajnos ott is nagy a dugó, valamint Csornán a Sopron felől érkezőket mérik, mindenki vezessen óvatosan, Gina üzente nekünk. Budapest felé az M3-ason mérőkocsit előztünk Gyöngyös környékén, csak Norris, írja nekünk, így, hogy csak Norris. Köszönjük szépen. Budapest felé az M3-as autópályán van egy kis torlódás a Dömöny völgyi magasságban, Zsuzsa üzeni, és Kiskunfélegyházánál a 451-es úton hatalmas baleset, mindenkit a városba terelnek, ezt Hege küldte nekünk. És ne felejtsétek el, hogy ma ugye péntek van, ami azt jelenti, hogy lesz kérdezfelelek rovatunk is, ugye a műsor legőszintébb rovata, ahol őszinte kérdések igyekszünk majdnem mindig őszinte válaszokat is adni, ezeket is küldjétek már el SMS-ben, 076-45-00-00. Vagy ahogy szoktam mondani, hogy őszinte kérdések, majdnem őszinte válaszok. Majdnem őszinte válaszok. Mi is föltehetjük végre az elsőt, amit az elmúlt órában ígértél a megvilágosodásunkra, hogy megkapjuk-e végre a választ, vagy még mindig érdemtelenek vagyunk rá. A két elmélet?
Még egy pár közös munka kell hozzá, hogy elnyerjük a bizalmat. Még elmondhatjuk, hogy már nem szabad filozofálgatni tovább. Jó, vidám, okay. Reggel ébresztő műsor vagyunk. Meg összezavarodunk, és tudod, hogy ha nagyon komoly intellektuális kihívással kerülünk szembe, mi a Ferivel, akkor lefagyunk. Akkor mindig megfagytok. Igazán mély dolgokról veletek nem nagyon lehet beszélni, vagy csak nehezen. Szaluna, ne akad, várok. Te már az órádat nézed, hogy 10:30-kor hol leszel ludlábad. Végre kolbász. Melyik piacra menjek, hogy vegyek hétvégére dagadót, meg stifódert, meg kolbászt. Nem, nincs igazad, mert 10:40-kor találkozok a nejemmel, és elmenjünk tiramisuzni. Na ezért mondom, hogy nagyjából tudom, hogy reggel 7 óra óta általában ez jár a fejedbe, hogy 10:40-kor hány gombócot, milyen csoki öntett el, mennyi trüffellel, és mi lesz, ha nem lesz jó, és akkor kicúrsz, lekitívsz föl, kikéred a parasztkönyvet, vagy nem kéred be. Tehát, hogy nagyjából 7 órától te már ezen gondolkozol. Hogy mi lesz az ebéd, és mi lesz a szombat esti vacsora. A cukrászdák pedig rettegnek, hogy meglátnak a forgóajtóban. Felműveltenek. Megjött. Úristen, megjött. Dugjátok el a panaszkönyvet. Adjátok a legjobb könyvet. Igen. Na, meghallgatjuk Polgár Peti dalát, mert állítólagosan a Big Petting elkészült. Na. És ugye elhatároztuk, talán nem mindenki tudja, hogy benevezünk egy dallal, hogy benevezzük saját magunkat az Eurovíziós Dalfesztiválra. Megnézzük, hogy mi lesz a dologból. Végülis mindenki jelölhet, mindenki nevezhet, mindenki küldhet dalt. Felolvastuk ugye a különböző kritériumokat, hogy mi kell ahhoz, hogy nevezni tudjunk, és rájöttünk, hogy abszolút alkalmasak vagyunk arra, hogy benevezzük. Meg tudjuk csinálni, és hogy tiszteljük, becsüljük azokat a magyar előadókat, akik mondjuk a világbéke mellett korteskednek az aktuális dalukkal, tényleg le a kalappal előttük. Nagyon-nagyon jó, de most már jó lenne valami kicsit vidám, kicsit lazább, tétel is. És mi meg ezt szerintem le tudjuk szállítani, illetve hát van nekünk egy ex-munkatársunk, mondjuk azt, hogy talán leendő munkatársunk is, megint Polgár Peti, akinek azért volt egy-két vidám dalocskája az elmúlt években. Így van, zeneileg azt a vonalat eddig tökre kifelejtette, minden induló, ami a magyar embernek a sajátja, a kedvence, a picit mulatós. Így van. Ugye? És ezt se lovagolta meg senki, ez pedig Polgár Petinek nagyon megy. Meg a bugyi fivéreknek. És az van, hogy ugye nem lehet nagyon pajzán, kicsit lehet pajzán, már kell, hogy legyen dala, ugye? Már igen. Kellett, hogy játsszák kereskedelmi tévék vagy rádiók, ezzel is meg vagyunk. Tehát tényleg nem találtunk nagyon olyan feltételt, amit ne tudnánk teljesíteni. Érvényes szerződés. Kiadóval. Így van. Kiadóval. A dal nem lehet régebbi, mint azt hiszem szeptember. Ez is megvan, ugye új dalt írt a Peti. Régi dalai vannak, azokat játszottuk mi is. Hát minden tökéletesen összeáll. Még azt nem tudom, hogy mi mit keresünk a projektben, tehát hogy fogunk, milyen maszkkal, de hogy az M1 képernyőjére, hogy három amigo, vokál. Szombréróval. Lesz amigos. Nájtok, nekünk kellene vokálozni. Igen. Ugye? Igen. Igen. Én lehetek hosszú szőkehajú nő. Aha. Ezt már az Ivics Holony mindig eljátszott a 13 éve, hogy férfiak, akik nőknek öltöznek, ennél valami eredetit kell, Feri. Emellett már azért elment a világ, hogy férfiak vagyunk, akik nőknek öltözünk, és rúzsaszáll éneklünk. Csak kirívat, hogy megmerték. Bocsánat, mikor lesz? Kicsit más. Más az inger küszöbb, más szerintem. Mégis nekik lesz aréna koncertjük, nem nekünk. Hát, igen. De a férfi vagyok, nőnek öltözöm, azért emellett már kicsit elment a világ, nem? Tehát ennél azért már picit több kell, mint hogy vegyek fel egy szőke parókát, aztán hadd legyek egy kicsit nő. Gábor Jánosnak is időnként még becsúszik. Igen, de hogy már azért szinte már nem biztos, hogy itt tart a dolog. És akkor miért kellünk mi bele valójában? Tehát mi van, ha kihagyjuk magunkat, és csak a Peti megy, mi kell. Hogy ott lehessünk. Hogy ott lehessünk mi is benne egy kicsit a dallal? De tudod, hogy akkor élőben kell menni az emberre vokálózni, ha bejutunk. Igen, de utána mehetünk majd tovább, érted? Mehetünk most Svédországba. Hát éveken keresztül érikettünk DJ Dominikra, hogy állandóan ott van. Na, most mi leszünk ott? Most picit előreugrottál, hogy megnyerjük akkor a hazai válogatót. Tehát, hogy... Hát basszus, hát merjünk nagyot támadni. Hát most érted, én el akarok menni Svédországba. Svédországban lesz a döntő? Igen. Tudod, hány felfedezetlen vár van még ott? De tényleg jó lenne kimenni. Tényleg jó lenne ott lenni. Hát mögöttünk, ha csak a hallgatóink szavaznak ránk, nem kell több ember. Megvagyunk. Ez közel 2 millió ember. Hát képzeld már. Azzal már nem lenne baj, ha bejutnánk az élő válogatóba, de azt túl kell jutni egy olyan rostán, ahol azért minket tagyok, de ahol vannak ellenségeink. Nagyon könnyen elkaszálhatnak minket. De jó lenne tényleg egy kicsit más dallal. Na, meghallgatjuk, hogy Peti mit írt. Állítólag vannak olyan helyek, ahova mi vokálunk odafér majd. Tehát egy kicsit belevokálozunk, akkor még mi is felkerülhetünk a stáblistára, beleénekelhetjük magunkat a dalba, és akkor ezt így tudjuk elküldeni. Ahol tudunk majd salalázni, nananázni és csúlyogatni?
Tűjogatni, saralázni, így van. Hány dalból válogatják ezt? Több száz dal van ilyenkor? Olyan 400 volt a tavalyi induló, ugye? Jól emlékszem, 3-400 dal csak volt. Csak abból szűkítenek? És abból egy 30-as, tehát egy 10% jut csak be. Hú. Szerintem jók vagyunk arra. Szerintem esélyünk meg van. Írnak ők levelet, hogy kedves Morning Show, nem sikerült, de köszönjük szépen, tehát jön valami. Hát csak van egy köszönjük. Semmi? De már ennyit sem kapsz, egy rohadt sort, hogy köszönjük a befektetett erőt, meghallgattuk, ez volt a kedves előadó. És nem tetszett, de nagyon szépen köszönjük. Semmit nem kapunk majd. Már, hogy nem húznak le 400 darab másolatot a fénymásolóval. Kedves előadó, sajnáljuk, de köszönjük, bla bla bla. Hát csak valami ilyesmi. A régi ismeretség okán, hát Filip csak ránk csörög. Hát, hanem akkor mi feljük. Ja, igen. Akkor mi feljük. Na, hallgassuk meg, milyen dallal akar bennünket benevezni a Peti. Jó? Ami drága polgár Petink írt egy dalt, megnézzük, hogy eldöntjük aztán, vagy döntsünk együtt a hallgatókkal, úgyis mindenről ők szavaznak, hogy veletek együtt döntünk, hogy elküldjük, vagy ne küldjük, mondjátok meg. Jó? Várj, most, hogy itt én kaptam egy szövegkönyvet, ezt már nekünk itt csinálni kell? Amiben van írva. Egyelőre ismerkedjünk meg a dallal. Már ismerkedjünk meg a dallal, igen. Egyelőre még ne csináljunk semmit. Jó, hát csak mert enélkül értelmezhetetlen lesz a nóta. Nem hiszem. Benne van, az benne van. Az benne van. Nem, amit nekünk fel kell érteni. Nem, nincs nekünk annyi feladatunk benne, hogy na, meghallgatjuk a dalt, jó? Aztán a szakmai zsűri összeül és eldönti, hogy nevezzük-e saját magunkat, vagy ne nevezzük saját magunkat. Jó? Még mi se hallottuk. Tehát ez tényleg tök új, hogy Peti vajon mit készített. Peti vajon mit Jenő nagyon figyelj. Igen, Jenő, Filip, csak nektek. Sok szeretete. Na, hallgassuk meg, aztán jövünk vissza. Jó? Figyeljetek. Megvagyom. Én benevezném. Megvagyom. Én benevezném ezt a dalt. Pont addig a határig megy el, amíg átcsúszhat. Ízléses. Igen, ezt a szalaszszavakkal. Küldjük el nekik az eredetit is.
Természetesen. Tehát küldjük el az eredetit, amit ugye az ember oda-oda hall, hogy milyen szó lenne oda, és aztán megmondjuk, hogy nyugi gyerekek, van egy rádióbarátabb. De nem fogunk el, az a baj, nem tudod megcsinálni ezt, mert egyébként tényleg így lenne jó dramaturgiailag, de hát ha azt meghallják az eredetét, akkor ők vissza se fognak írni, csak nem jutunk be. Érted? Tehát ezt már nem tudjuk odaadni nekik, úgyhogy ezzel kell nevezni. Ezzel kell, persze, az eredetét megküldjük el. Na, benevezünk? Simán, de, én benne vagyok. Egyébként zeneileg jó adal. Zseni, zeneileg a középrész, az átkötő zenei rész, az annyira pazar. Vidám, könnyed, tehát én az Eurovízión sokkal szívesebben néznék ilyen típusú dalokat egyébként, mint a Nagy Kesergő, Nagy Világbéke, háborús képek, tehát ebből szerintem most már tényleg mindenkinek elege van. Egyrészt itt zajlik a szemed előtt a történelem, a fejed fölött lövöldöznek, melletted lövöldöznek, másik városban lövöldöznek, tehát nem akarok több dalt a világbékéről, meg nagy összeborulás, meg semmi. Jól akarom magam érezni. Így van. Mulatni akarok, és azt akarom, hogy a Eurovízió van, akkor kimenjenek oda a zenekarok, érezzék jól magukat, és megnevettessenek egy kicsit, nem? Kevésbé szól ez a zenéről, hát egy életérzést kell átadni. Ez adal, ez átad valamit a magyar életérzésből. Nagyon jó. Zeneileg, szövegileg, hát a szöveget majd angolul feliratozzuk, vagy írjuk belőle. Hát ez nehéz lesz, de... Hát úgyis elsősorban a magyar ajkóaknak szól, szerintem ők így fogják nyomni az SMS-eket. Már látom egyébként a vokálunkat, hogy ott állunk Lajbiba, Bekecsbe, kis kalabba, Budyosingbe, Csizmába, hogy hívják, Puli kutya. A kampuszból. Hú, de a magyar, azért, és mélyen benne lesz a magyarság. Uh-huh. Vigyünk, tehát építsük föl egy ilyen nagyon nagy brutál közhelyre, hogy a magyar hungarikumok, és akkor te ott rubikockázol, én ott iszom. Nem rubikockázol, én harapok a kolbászba, és iszom a pálinkát. Én jobbról majd valószínűleg egy komondonak, vagy kuasznak a hátán fogok majd belobban. És valami ős magyar süteménnyel a kezedbe fog szeretni. Én nyilazok hátrafelé, húst puhítok a gyerek alatt, és rubik kockával játszom, miközben lehel kürtjét fújom. Igen, Feri pedig kürtös kalácsal trombitál. Felvonultatunk az Eurovízió színpadára, mindent, ami magyar. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Baromi nagy közhely, de nem rossz. Alapjában nem rossz ötlet. Pont, azért a világ tényleg ismer egy csomó mindent velünk kapcsolatban. Igen, pont ki kell a komfortzónából is a nézőket, de nem a magyarokat, az összes többit lökni, érted? Hát volt, akik úgy nyertek, emlékeztek a finn metal zenekarra. Igen. Ők is csináltak, a Lordi. Be voltak öltözve ilyen szörnyeknek, hát ők úgy nyertek. Hát majd busó állarcokba megyünk. De nem is kell. De busó. Busó állarcok. És figyelj, de akkor nem bukunk le a zsűri előtt se. Igen, ezen megszállás, de nem fogják tudni, hogy mi vagyunk. És kik vannak az állarc alatt, kedves Péter? Nem mondhatunk semmit. Nyilván, és a Polgár Peti tudod próbál válaszolni a zsűri kérdésére. Kedves Péter, mit kell tudni a zenekarról? Nem hallottunk önökről még semmit, és ott állunk armtod, ilyen tornasorba, libasorba. A magas, a középső, tudod, a kicsi, egyáltalán feltűnő. Ki ezek? Nem ő? Nem. Ez a Pánship vokálcsoport. Igen. Jó. Annak idén a Füsti Fecskék nevű projektről sem tudta senki, hogy kit akarnak az állatok. És igen, és aztán hoppá, tényleg. Figyelj. Utána aztán elkezdhetünk haknézni. Na, szombatok, vasárnapok betelnek. Na, ezért jó a busóválasz, mert bárki mehet helyettünk. Méretben meglegyünk körülbelül, a szajrá. Anya, hogy ne kelljen kiraknom a színpadon a rubikockát, jó? Tehát, jó, hát ne az legyen, a gyerekek a daladig tart, amíg a bali kirem rakja. Bali, rosszul kevertünk, ne haragudj. Nem a bal a sorrendben, amit megtanultál, nagyon tekerem iszonyatosan, pörgök, lábbal csinálom, és oda büdös élet. Ennyit kérek, jó, ha én megyek a rubikockával, hogy tényleg ne kelljen kirakni. De viszont a kettő együtt nem él meg. Ebben nevezzük? Mi van ezzel az angol-magyar dologgal, hogy nem énekelsz angolul, vagy csak magyarul, de nem angolul, vagy nem angolul, de mit tudom. Volt egy időben ezzel para, hogy nem jelenhet meg angol nyelvű, mert Magyarországon magyar nyelven éneklünk, mondta ezt akkor az MTV. Aztán mégis lett belőle angol. Aztán egyszer csak lehetett angolul énekelni. Angolul énekel. Nem lehetett, most ezzel mi van? Kell lenni angol szövegnek is hozzáállítólag, én úgy tudom. Aha. Írunk hozzá egy angol szöveget. Persze, lefordítva. Így van. Szerintem menni fog. Például nyilván van angol megfelelője a puliszkának. Igen, van-e nála tiszta ingottan, de lehet, hogy csak szimplán fintorogtam ebben. ez angolul szinte ugyanígy hangzik, és ugyanilyen szellemes, igen. Jó, valamit összeteszünk. Igen, azt nem tudom, hogy az angol száz nyelvtörületeken van-e uncia, de hogy van a babáknak puliszkáj, az egész biztos. Én szeretem ezt a dalt. Nagyon rendben van. Nagyon rendben van. Legyünk, csináljuk meg mi is a kis részeinket, tegyük majd bele, tehát legyünk benne. Szerintem ez győztes. Ez maga a dal. Nézzük meg egy verszakot, hogy néz ki úgy, hogyha mi ráordibáljuk. Igen. Ugye mi tudjuk, hogy mit kell ráordibálni. Van egy olyan verzió, ahol ezek nincsenek ráordibálva, csak egy verszak, jó? Jó. Mert ugye nekünk vokáloznunk kell, ha benne akarunk lenni. Persze.
És az is szabály, ez mint kiderült, hogy ha te vokálozol, akkor neked meg kell jelened a színpadon, tehát az élő vokált kell csinálni. Ugye? Tehát nem énekelhetjük föl. Ha mi benne vagyunk ebben a dalban, akkor megyünk vokálozni a Peti mögé, ha bekerülünk a legjobb 32-be. Az mókás lesz. Az mókás lesz, amikor jön egy behívásod Kolosi Pétertől. Péter, bocs, nem most. Ne. Hol vagy? De most sem. Az emegyem, hogy mit csinálsz az emegyem? Megy a Peti? Mit csinálsz az emegyem? Csak vokálozok, Peti. Ja, semmi, vokálozok. Semmi, csak vokál. Nem én vagyok a főszereplő, a Polgár Peti a főszereplő, én csak egy busóálló, az ma vokálozom. Hát akkor rám raktok állarcot. Ennyi. Jó. Hogy mentek ketten, én meg ott állok középen. Minden időt legnagyobb. Egy búdású állat. Nem egy középen. Ő nem a Balázs? Nem. Ki raktott magára hátul az arcára azt a fateknőt? Ki az ott középen, akim van ez az állat? Vegy el az állatot. Nem, ő nem vett el az állatot. Jó, ha bejutunk, elintézem, hogy ott lessünk. Tehát akkor ezen nem múlik. Kérsz egy kikérőt. Akkor kérek egy kikérőt, hogy ott. Na, de akkor meg, tényleg ez legyen, hogy akkor mind a hárman érted, hogy itt tudom én, te majd belovagolsz egy Lipicain, a Feri belovagol egy Mangalicán, én meg akkor a Komodora. Teljesen rá is. Én már látom magunkat Svédországban, ahogy a díszletbe birkózom. Kis költséget is mi toljuk be azért a vájút. Te üldözöd valahol a backstage-be a kutyát, mert nem akar fölmenni a színpadra, igen. Hát vagy a Feri betol mind a kettőket talicskába. Feri egy korbász gyakörvel, a nyaka körül erős pistával, rubi kockával, nem tudom, ilyen matyó hímzésbe jön be a színpadra. Hát akkor össze kell szedni az összes nagy magyar hungarikumot, nem? Úgy van, legyen ott minden. Kolbászok, húvaszok. Igen, egy ilyen brutál nagy gicses közhelypaládét kell csinálni. Tényleg, az összes ilyen. És akkor már az M1-be is ezzel a színpadképpel kell menni? Tehát rohanopulikkal, lovagló, komondorról lovagolva. Szerintem, igen. Szó. Igen, azt kell vinned, amit ki is akarsz. Tehát azzal a színpadképpel kell nagyjából felállnom. Azért minden puskaport, ne lőjünk el. Azért legyen egy-két meglepetés. Na, nézzük meg, hogy szól. Figyelj, csak az elejét, jó? Csak kettőt. Van két rész, amit rá tudunk énekelni. Figyelj. Bal, jön. Ilyeneket lehet, nem? Te ne! Eladóan megy a szó! Na, figyelj. Ezek még nem mi vagyunk. Mi még itt csak itt állunk? Igen. Nem mozdulj meg. Figyelj! Igen. Pici szád! Ez megy! Gyerekek, elsőre! A faszekerére! Jó, oké. Okay. Na, jó lesz ez. Jó. Küld el Lacit, mondj egy postafiók címet. Csomagolj be, ha megvagyunk. Sőt, taxival, most! Hát, ha beérkezési sorrend számít, most még nem fáradtak el annyira. Így van. Igen. Gondoskodjunk arról, hogy ne a 300-ak legyünk. Tehát valahogy Filip tegye be ezt alulra, vagy fölülre. Tehát, hogy az első 10-ből legyünk benne a meghallgatáson. Akkor még éberek, még tudják, hogy ez miről szól. Így van. Jó? Úgy hallottam, hogy 130 nevezőtől már kisebb bontják. És annyi, hogy a Csiszának nem mondjátok el, hogy mi vagyunk mögötte. Jó, mondjatok bármit, csak ne tudja meg. Azonnal végünk van. Így van, akkor jön a kasza. Akkor kasza van, igen. Na jó, oké, lejátszuk még párszor a dalt, hogy megszeressétek. Kicsi slágert csinálunk belőle. Mire a nevezés van, legyen ez valójában sláger. Naponta egyszer meghallgatjuk, mindig máskor. Én dumálok Csabival, hogy ma már ezt ajánlja. 10:30-kor, ma már ez menjen le, és legyen ott a fülekben. Mire nevezünk, tudják a hallgatóink a szöveget. Nem? Ez ugye jó. Hogy már szinte énekeled együtt, tehát velünk együtt énekel. Klipet mikor forgatunk? Nem kötelező. Csak azt írják, hogy nehogy eles majd a vak komondorban. Jó? Tehát arra figyeljél, hogyha te lovagolsz a komondoron, az ne legyen vak, és ne essel benne. És nehogy a puhafából készült korlátra koppanjon az orra. Igen, tehát erre nagyon vigyázzunk majd. Ígérem, nem perelek. Ne egy vak komondor legyen. Nem szeretlek. Na, meghallgatjuk a híreket, jó? Aztán jövünk és mutatjuk, hogy mi a beugró a hármas ugrásra, és ne felejtsétek el, 9 után a nagyon népszerű kérdés-válasz rovatunkhoz érkezünk, úgyhogy ha bármiről szeretnétek velünk beszélgetni, kérdezni, megtudakolni, megkérdezni, küldjetek el SMS-ben, jó? Próbálunk rá válaszolni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, péntek van, a hét utolsó munka napján vagyunk.
És hát tulajdonképpen gyerekek, fejben megnyertük. Tehát, hogy annyi, hogy meg vagyunk. Én saját magunk hatása alatt vagyok már. Láttuk magunkat a Janival a színpadon a világhír felé száguldani, ahogy elhozzuk Magyarországnak az Eurovíziós Dalfesztivál fődíját. Nem sok, addig le kell győzni 300 dalt, el kell menni az élőbe, el kell intézni, hogy ott lehessünk, színpadra kell állítani produkciót. Elpik, megvan, persze, semmi. Azonnal mi már azt beszéltük, hogy mit teszünk majd. Én már látom a fólia csíkesőt, meg hogy hozzák azt a rohadt nagy csekket. Igen, teljesen reális, teljesen reális. Hát mi nagyon szeretjük ezt az ötletet, megnézzük. Ugye sokat beszéltünk tényleg az Eurovízióról és arról, hogy milyen jó lenne egyszer egy más típusú produkciót látni. Mi ezt már színpadra állítottuk. Megnézzük, hogy meddig jutunk, nyilván teljesen sansztalanok vagyunk, de hát beadni be lehet ezt a dalt. Mi már odáig jutottunk, hogyha esetleg valamilyen okból kifolyólag mondjuk a zsűri szeretne bennünket és ezt a dalt tovább jutatná, akkor mi lenne a színpadkép, hogy állítanánk színpadra. És tényleg egy ilyen nagyon közhelyszerűen mindenféle magyar hungarikumot megmutatnánk, hogy mitől jó ide jönni, mitől érdemes szeretni ezt az országot, mit találsz, ha te külföldiként egyszer csak kedved szottyan és megnéznél bennünket, hogy milyen Magyarország, milyenek vagyunk, a nagy híres magyar vendégszeretet, az ételeink, a kultúránk, a zenénk, a szokásaink, mindent megmutatnánk 3 percben. Tehát úgy építenénk föl a dal mögé magát a színpadi produkciót, hogy 3 percben kapnál egyfajta idegen vezetést arról, hogy mi történik veled, ha te idejössz, a legnagyobb közhelyekkel. Egy országimás kampány lenne, csak a dalnak az előadása. Csak a gyönyörű így lányokról, van. Egy kis pajzánkodásról szól, evésről, ivásról, mulatásról. Peti, hát, Peti mint frontember, és a háttérben pedig ott lenne a Hungary Cool Team. Gáspár Mennyért és Boldizsák. Hungary Cool Team. A néven... Jó. A neven gegeljünk majd egy picit még, jó? Jaj, persze, most egy kicsit sérom. Mi volt Hungary Cool Team? Hungary Cool. Ja. De akkor legyen csak Hungary. Ez a csapat, de Hungary Cool. Legyük a Hungary Cool, de ha kérdezik, akkor Gáspár Mennyért Boldizsár, hiszen álcázni kell azért magunkat. Főleg Balázsnak. Nektek nem. Alapjában nektek semmilyen szerződésetek nincs, ha jól tudom. Van, nincs. De nektek nincs. Nem. Tehát lennétek ketten meg a maszkos. Nem? Bár addigra én kopasz vagyok. Mind a hárman busok leszünk. De a Balázsnak nem is lesz, nem lesz hajad. Hát addigra én kopasz vagyok. Tehát addigra nincs nagyon mit. Mondjuk ez is igaz. Na, mondjuk azért kopaszon is megíts, persze, hogy rövid hajjal, tehát hogy azért ez... Ismerő. Valahonnan ismerem ezt. Hogy ugye a kolossi meg a vítusgab így nézik az emegyet. Ismerős az és itt takargatják, tudod így a... Csinálj csak így, tedd oda a kezed, mintha haja takarna a fejét. Nézd meg a szemét, nézd meg a bal kezén. Nem olyan, mint a... Nem. Élőben vannak? Igen. Nem már föl a Balázst, elveszi. Tudod, én meg ott csúlyogatok. Igen. Sátra nyúlsz a zsebedhez, és ízén bocsánat bejön. Most nem érek rá? Elnézzétek rá, hogy a színpadigre Kolosi Péter ilyen föl kellene. Szia Péter! Halló! Nem én vagyok. Nézd, már fölvett a telefonadás. Hallod? De fura. Most hívom, és most veszi fel a telefon. Na jó van. Csak egy picit, na csak még egy verszak. Egy verszak. Na. Jó? Csak jó, okay. Ugye? Hát már a hangulat, már van kedve. Jó ízlem. Úgy... Ugye, hogy jó? Zseni. Pici szad! Ez kell, gyerekek, ez kell. A te kevére! Lemaradtam, bocsánat. Nem maradt. Hey! A forduló! Na, ez még szok. Igen, na jaj. Mit a raktam? Jó. Állj, nagyon fog ez. Gyönyörű. Menni fog. Jó. Annyit kérek csak. Hogy? Hogy mennyi legyen a gázsit? Hogy, mert itt most ott van a, hogy hívják a hogy is mondjam, csak a censored version. Igen. Mögött ott van az uncensored, hogy azt ne rakjuk mellé, jó? Mert nehogy véletlenül tudod élőbe itt becsúszan egy-két csúnya szó. Nem tesszük semmi mellé. Semmi olyat mellé, amit nem lehet. Amit nem lehet. Igen. Nehogy rutinból azt toljunk be. Jó. Na, mutatjuk gyorsan, hogy mi a beugró 3-as ugrásra. Jó? Hogy mit kell kitalálni. Ez a dal még nem lesz benne. Ez a dal még nem. De kicsit később még előfordul. De ha bekerülünk, rotációba megy nálunk reggel legalább, hogy megismerje az ország, hogy mire oda kerülünk, addigra már mindenki kívülről tudja. Na, mutatjuk a beugrót, figyelje mindenki. Ez a beugró 3-as ugráshoz. Életes!
Nagyon könnyűeket mutatunk. Igen. Vagy hosszú, vagy túl könnyű. Jó kedvet akarunk csinálni a hétvégéhez, úgy tűnik, mert sokan fognak erre jelentkezni. Ebből három abszolút megvan, rögtön. Na igen, mutatjuk még egyszer. Mi van az utolsó dal? Most újra összeálltak az eredeti együtt. Erre az egy dalra? Nem, hanem van nekik másik is állítólag. Én nem emlékszem, de volt. Megint dolgoznak az app. Ja. Van mindegy, most már mindegy. Újvári Petiek, még jó, hogy nem a szűrmond. Dolgoznak megint? Miért benne volt? Igen, megint zenélnek. Nem rossz átlag 10 évente, 20 évente egy dal. Tehát a nagyok így alkotnak. Jó munká az időket. Ezt megcsinálták ilyen 97-98 körül ezt a dalt. És utána 20 év múlva megint még egyet. Peti, te vagy az? Hogy rám csörögtön, hogy kész vagyok? Nem egy év után. Ezt befejeztem. Megcsináltam a dalban, az utolsó hang is egy. Kész vagyunk. Ők nagyon tehetségesek voltak, csak ott a... Hát más irányba szaladtak el. És nagyon hittek bennük, mert hogyha emlékeztek, akkor ennek a dalnak a videoklipjében mindent beletoltak. Filmre forgatták, filmgyári forgatás volt, voltak benne jelmezek, díszletek, Ingrid Galmatlan sok statiszta, mert ez egy jó klip volt. És óriási slágerek. Jobbok keveset. Annak pont tegnap ezen a jótékonysági bulin, ahol elkérdezkedtem, találkoztam Szandival és férjével. Szandi fellépő volt, és akkor Csabával beszélgettünk, mondom, milyen helyzet, hogy vagy. Szóval figyelj, túl vagyunk az éves egy Solaris bulin, mert ő volt ugye annak idején a Solaris együttesnek a gitárosa. Jó kis progresszív zenekar. És mondom, igen, és nem csináltak belőle többet? Hülye vagy? Nem. Ez pont elég. Egyszer így novemberben föllépünk, teltház van, meg tudunk tölteni egy ilyen 2000-es, 3000-es koncerttelme, és imádjuk. És évi egy. És mondtam, de hát ha már mentek, meg jön a közönség. Nem, ez így pont elég. Hát annyira exkluzív lesz. Van egy teltházas bulid, és zseniális. Lehet, hogy az app is erre gyúr, csak ők 10 évente jönnek. Na, sajnos, hogy az évi kettő is beleférne azért, de hogy én bírom, ha valaki nem adja el magát. Tehát valaki úgy nyomja, hogy nem, évi egyet csinálok. Sokan vannak, nem adom el magam, igen. Na, nézzük a közlekedési híreket. Vannak bizonyos események az utakon, úgyhogy figyeljen mindenki. Nem jár a 3-as metró, ezt ebben a pillanatban kaptuk. A Határút, Pöttyös utca szakaszon. És rengeteg ember áldogál kint a megállóban, pótló még nincs. Ír-e valamit a BKK? Nézzük meg, hogy mi a helyzet. Igen, állítólag a klinikáknál lerobbant, és egy fő meg is sérült. Hát reméljük, nincs komoly baja, hajrá az Eurovízión. Köszönjük szépen, SMS-ben kaptuk. Adjuk, írja a BKK? Aha, igen. Kiváló, egy hang sincsen fönt róla egyébként ne, a BKK Facebook oldalon. Nem mond már, tényleg? Jó, hallgatunk nyilván gyorsabbak, de hát azt gondolná az ember, hogy azért a BKK frissít. Ezekünk egyébként 8:30-kor jött, tehát 20-25 perccel ezelőtt már befutott SMS-ben. 21-es úton Pásztor és Tark között NKH mér, a helyén Basa 138. üzente nekünk. A 3-as úton M5 közepén a kanyarban Miskolc felé elbújt egy trafi, ráadásul nagyon nehéz észrevenni, úgyhogy vigyázzon mindenki. M5-ösnél szintén a 147-es kihajtónál a birodalmiak lézereznek. Elez Pisti küldte nekünk, valamint a Kerepesi út elesett a stadionig. Ezt Tamás küldte. Akkor nem jár a metró, fölküldenek is, küldik a buszt? Igen. És akkor odaér. Hát és keresgéled a busz megállót, ugye? Nem tudod. Nem mindig tudod, hogy hol a busz megálló, nem? Általában az éjszakai busznak a megállójában kell felszállni, és egyébként a Pilki pedig rendszeresen jár a metróval, az már úgy is tudja. Ha már BKK-zik, most itt az idő, hogy lecsapjátok azt, amit kérdezek, és megmondjátok az igazságot. Tegnap mentünk a moziba, kett külön mentünk, én átmentem a Somályért az Oviba, anya fölvette Pannát az iskolába, ők kocsival oda mentek, és mondtam, hogy akkor mi Villivel elmegyünk villamossal, mert nálunk felszállunk, ott leszállunk. Van egy ilyen kis automata a villamos megállóban, ahol én rendes állampolgárként jegyet akartam venni, és mondtam, ha már veszünk, Soma, odavágunk egy 10-es gyűjtő, érted? Egy 10-es gyűjtő. Beprogramoztam. Kirúgta a hámból. Mondom, akkor legyen nagy, mert 350 a jegy, és 300 a 10-es gyűjtőbe veszed. Beprogramoztam, hogy 10-es gyűjtő, akármi villog, bankkártya, készpénz, bedobhatsz érmét, adhatsz be papírpénzt. Mondom, 3000 forint, egy 2000 és egy 1000 forintot szeretnék az automatába betenni. A büdös életben nem fogadt el, negyed óráig ott álltunk, próbáltam így. Ez már az automata, ami húzogathatod a pénzt? Már lehet, az van benne, igen. Már van ez a pénzkoptató? Próbáltam a fizet papírpénzt. 21. századi megoldás pénzkoptatót teszünk fel, hogy a századat elfogadja. Megkopogtattam a papírpénzt, és hát ha azért nem fogadja el. Próbáltam így, megfordítottam másik végét, sehogy nem fogadta el. Végül volt 300 fönt aprólom, egy jeggyel mentünk el odáig. Ha én ilyenkor felszállok, akármire, és azt mondom, hogy bocsánat, én
én megpróbáltam, nem tudtam menni. Akkor mi van? Igen. Azt engem a Rákóczi úr bárki mondhassa. De nem mondhatom bárki, mert én mondom. De én mondom. Figyelj, negyed órát szaroztunk, bocsánat, azzal a rohadt automatával, és próbáltam belenyomni az ezrest. Értem, én lakcím. De nem fogok fizetni. Józsi, kapd el a karjad, elmenni. Igen, jó lesz a séta. De nem, akkor jöjjön vissza velem, akkor én hajlamos vagyok arra, hogy menjünk vissza abba a megállóba. Nem üvöltsön velem, uram. Én csak a munkámat végzem. Rohadék ellenőr. Nem üvöltünk. Hallotta mindenki, ugye? Gyere vissza velem a megállóba. Szétcincállak, megöllek. Nem, akkor visszaviszem, és tessék, meg be tudom bizonyítani, hogy ez egy jó kérdés. Ha mi szemszögünkből, utas szemszögéből jó kérdés, a BKK-BKV szempontjából pedig neked ugye az utazásra alkalmas állapotban kell felszállnod, tehát mindegy, hogy milyen úton, módon, de gondoskodnol kell arról, hogy legyen érvényes egyed vagy bérlet. Tehát, hogy azt egy napja vetted meg egy órája, vagy egy másik megállóba, vagy nem szállsz föl, az a te egyéni szocs problémát. Nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Én fogaskerekűzni szoktam a gyerekkel, és rengeteg megállóban például nincsen automata. Na most ugye, ha kiszállsz az autóból, nem vagy éves bérlettel volna jeggyel felszerelkezem, mert én autózom, nem BKV-zom. És a Schwab, hogy bárhol állsz, vagy nem működik, vagy nincs automata, jön a szigorú ellenőr, megvág rettenetesen. És próbál neki elmondani, hogy tesó, hát ott álltam a megállóban. Ketten voltunk egy olyan aranyos nénivel, meg a gyerekkel, nem tudott nekem egyet adni, automatát nem adott a BKK, akkor ne én legyek már a hibás. De hogy közben azt mondja, hogy ha te gondolsz, előre vedd meg a végállomásra, vedd meg előre, mint a vedd meg bárhol, csak szállj fel úgy, hogy van az a te egyéni szociális probléma. Jó, de én nem tudtam előre gondolni, mert anya 5 perccel előtte szólt nekem, hogy nekem mennem kell a gyerekért, és menjünk a moziba. A kérdés jó, egyébként szerintem van erre valamilyen szabályzat, biztos, hogy van. Mégpedig szerintem ők magukat védik ezzel, hogy te gondoskodjál arról, és old meg. Ilyen nincs, hogy majd akkor visszametek egy megállót, és akkor bebizonyítja az automatát. De jöjjön vissza velem, hogy nem működik. Ez rágalmazás, ha azt mondja, hogy ő nekem nem hisz, hogy az automata nem működött. Jöjjön vissza, mert csak tudod, ezzel az a baj, hogy akkor igen, mindenki mondhatja. De egyébként meg tényleg működjön. Szóval, hogy én tökre értem, amit mondasz. Igen, mondanám. Köszönöm a bérletpénzt először is. Nagyon szívesen. Jaj, köszönöm. Te hát be kell tűnöm ezt elmondani. Másodjára, hát tudod, mit nem értek? Jó, ez valami. De most komolyan. Ez nagyon érdekel a hallgatókat. De én engem privátban nagyon jól esettem, most jött a Júli, és tudok menni a Lehel piacra 10-kor. Szóval, hogy azt szeretném mondani, hogy én azt nem értem, hogyha a bérletről áfás számlát kérsz, akkor 1000 forinttal drágább a bérlet. Na, én ezt nem értem. Mégis ezt magyarázd meg. Mert hogyha én elmegyek mondjuk egy cipőboltba. Mi Tézi vagy már, az már nem áll. Nem dolgozik. Ex-mi Tézi egy évvel ezelőtt volt, de hogy... Nem is, hogy magyarázd meg, mi a véleményedről, mert én ezt nem értem. Hogy egy 1000-essel drágább áfás számlát kérsz. A lehúzás tete és a pofátlanság tete, és nem is értem, hogy miért. De ezt hogy tehetik meg? Ha te előre jelzed, hogy van egy számla igényed, nem értem, hogy miért került többbe. És megkérdezik, és akkor 1000 forintot rászámolnak. De én máshol ezt nem is nagyon hallom, hogyha te áfás számlát kérsz, egy bizonyos termék többbe kerül. Hogy lenne ilyen? Mert te feltartod a sort azért? Vagy valószínűleg igen. De hát nincs. De micsoda? Arra se. Ez a magyarázat aztán tényleg mindenek az alja lenne. Ráadásul úgy, hogy igazából ez nem is jelenthet problémát, mert benne vagy a rendszerben. Ez tehát, hogy úgy egyszer kértél áfás számlát, onnantól kezdve benne vagy a BKV-nak a rendszerével. És bárhol lát? Vagy a BKK-nak a rendszerével, és bárhol látja. Tehát, hogy nagyon gyorsan el lehet kérni az áfás számlát, és nem tartasz fel vele senkit. Ez már nem az a vonal, hogy akkor... Na de ez az, hogy akkor mi, mert hogy... Az áfás számlán 27% plusz van, mert az sem megoldás, mert a 9500-nak a 27%-a nem 1000. De meg bárhol kérhetek áfás számlát, és nem számolnak rá többet. Hogyha én kérek mondjuk egy vendéglőbe áfás számlát, akkor nem több a végösszeg, mint hát miért tennének rá, vagy kérek egy cipőboltba, bárhol. Nem tesznek rá soha. Nem, hát miért is tennék? Én nem értem, miért nem fejleszte egyébként a BKK egy olyan applikációt, ma már tényleg azért okos telefonja, nagyon sok mindenkinek van, főleg aki mondjuk a fővárosban ugye, hát ingázik, BKV-zik, de hát szerte más nagyvárosokban is, azért ma már tényleg egy okos telefon. Semmi. Sokaknak van. 2 év múlva, 10 évben még mindenkinek lesz egy olyan applikáció, amivel te tulajdonképpen az okostelefonodon keresztül tudod megvenni a jegyet. Így van. Megveszed, állsz a megállóba, és rányomsz. Megmutatja neked, hogy az utazás innentől kezdve 20 percig érvényes, és jön a kaller, és nem ez a régi ilyen hamurabi törvénykönyv, táblákon, kőtáblába vele, és az automatába keresed a papírját.
fogod a telefont, felmutatod, én BKK vezér lennék, én biztos, hogy ezt csinálnám, és felmutatod a telefonodat, ami egy pirossal, egy zölddel, egy timecoddal, egy időintervallummal, egy, még rá tudsz, a 4-es, 6-os, végállomásig. Felmutatod, és ő tudja, hogy mit kell, és látja, hogy megvetett. 300 forinttal megterhelik egyébként a te telefonszámládat, ugye? Tehát, hogyha neked nincs bankkártyás előfizetésed, akkor se kell, hogy legyen, mert a telefonszámládat nagyon valamikor jó megkapod, 300 forinttal, 600 vagy 1000 forinttal megterhelik. Mi van nálad? Mutatod a bérletedet, amit megvettél telefonon, igen, a havi jegyedet, a heti jegyedet, a vonal jegyedet, a telefonodban. És mindened ott van. Miért nem fejlesztenek le egyet? Ez lenne az első, amit én megcsináltatnék, hogy telefonos applikáción való jegyvásárlás. Na jó, akkor téged elindítunk a BKV vezérigazgató székbe. És még számos más ötletem is van, igen, ha nem haragszok. Tele vagyok jó ötletekkel. Állsz a megálló, mit oda mész, dobálod be, nincs aprót, kölcsönkész, bénázol. Ráadásul, például abból érdekében. Egyébként ezt a vidéki közlekedési vállalatoknál is ugyanúgy be lehetne vezetni, és akkor nem jelentene például problémát az, hogy a sofőr nem tud visszaadni. Figyelj, ez már középkor. És nem tudsz jegyet venni. Vagy drágában veszed meg a sofőrnél. Mert nem tudtad máshol megvenni. Ez is kiszúrás azokkal, akik nem azért nem veszik meg, mert nem tudták, nem volt lehetőség. Vedd meg a sofőrnél drágában. Mekkora biznisz nekik? Nekünk kevésbé. Fogod a telefonodat, vagy kapsz egy SMS-t egy normál telefonra, hogy megvette. Tehát nem is kell okostelefon, de ha van már ott meg applikáción keresztül mutatod, hogy haló, hát tudunk így parkolni. Miért nem tudunk így közlekedni? Nem annyira igazad van a gyereknek. Ha autópályamatricát tudsz venni, és akkor a telefonon keresztül, akkor miért tudnál venni egy jegyet? Hol? Tehát tök egyszerű, nem értem. A gyereknek az ebédjét így fizetem be a suliba. Tehát már nincs az, hogy kígyózol a titkárságon, és befizeted az ebédet. Interneten fizetem. Interneten, és utána megmutatod. Ennyi, kész. Be van fizetve. Na nem értem. Na jó van. Na még Bársony székbe, Balázs. Nem, mert csak ez egy ötlet, de hát ezt gondolom mindenkinek, sok mindenkinek eszébe jut. Hát van még egy csomó ilyen esetemben, de elmondom. Jó van, ne beműtettek meg. Hát pedig nem, mert vettünk 300 forintot, volt 300 forintom fénypénzben, és az befogadta. Úgyhogy nem büntettek meg, csak én de akartam egy tízeset gyűjtőt venni, mert legyek takarékos. Jól van, jövünk a játékkal, jó, és a kérdés válaszol, úgyhogy ha van kérdés, küldjetek nyugodtan, próbálunk mindent megválaszolni. SMS számunk 0670 640-00-00-00, jövünk a hírek után. Hamarosan folytatódik, amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. 9:10 lesz pontosan, egy perc múlva. Péntek van, az utolsó egy órára fordultunk rá, és hát sűrű a reggel, mert hogy hát megszületett a dal, megmutattuk nektek, imádjátok, hál' Isten, picit izgultunk mi is, hogy fogadjátok, illetve hát mi is, hogy mit kapunk, mert mi se hallottuk. Tehát először, és ezt most csak komolyan mondom, nem a műsor kedvéért, először itt az adásban hallgattuk meg, hogy veletek együtt érezzük, hogy menjünk, vagy ne menjünk. De hallgatók nagyon szeretik, és eldöntöttük ugye, hogy benevezzük magunkat az Eurovíziós Dalfesztiválra, és elküldjük. Elküldjük ezt a dalt, úgyhogy mi beleéneklünk majd a vokálban, nagyjából megvan a színpadi ötletünk is. De nincs kérdés, tehát a hallgatói visszajelzések alapján azt nem értem, hogy eddig miért nem mentünk. Meg vesztenivalónk sincs nagyon, mert maximum azt mondják, hogy nem, akkor jót bulisztunk, és akkor nem megyünk. Tehát azért nem mentünk, mert esélyt szeretnénk volna adni másoknak is. Én egyértelmű a dolog. Tehát nem is értem egyébként a felvetést. Most viszont elegünk megkapták, nem értek most, vele, most mi jövünk. Most elegünk van, most betelt a pohár. Igen. Na, viszont mondjuk, hogy 9 óra után kérdésekre válaszolunk, ez az a rovat, amit nagyon kedveltek, rengeteg kérdés jön. Bármivel kapcsolatban magánélet, gyermeknevelés, annak is örülünk, ha nem ránk vonatkoznak a kérdések, hanem rólatok szólnak, vagy a ti életetekről is. Ezt nagyon sokan sokféleképpen kértétek már tőlünk, ezért arra gondoltunk, hogy a 9. óra már így ugye a pénteki napon, 9 óra után egy ilyen kis interaktív rovatot indítottunk el, ugye, és egy hónapja megy már, vagy másfél hónapja is, és nagyon népszerű, nagyon sok kérdés jön. Az áfa vonatkozást is megírták nekünk elég sokan, hogy nem
akkor drágább egy ezeressel, Anna, hanem ugye különbség van a cég és a magánszemély között. És ha te cégre veszed, akkor az 1000 forinttal több, a magánszemélyeket pedig megilleti valamiféle támogatás, ezért olcsóbb tulajdonképpen. Tehát normál esetben veszed egy egy ezressel olcsóban, és ha cégre veszed, akkor veszed ugye egy ezressel drágában. Én nem tudom, hogy ennek milyen adójog vonatkozása van, hogy ez most mi a különbség. Gondolom, van rajta egy támogatás, és arról szól, gondolom, ez egy állami támogatás talán, és arról szólhat, bár mondom, nem tudom pontosan, hogy nyilván a magánszemélyeket tehermentesíti ugye az állam, hogy egy ezressel neked besegít a bérletedbe. És ezért olcsóbb, de cégeket már, erre tudok gondolni, nem nagyon tudok másokat elképzelni, hogy cégeket már nem támogat, és a cégek veszik meg teljes áron, tehát nem az Anna veszi cégként egy ezressel drágában, hanem te veszed magánszemélyként egy ezressel olcsóbban, és Anna fizeti cégként elvileg a normál árat. Tehát valószínűleg valamilyen támogatás van rajta, csak visszatérve Anna felvetésére, amikor fölháborodott azon, hogy az áfás számla ugye, ha áfás számlát kér a bérletre, akkor az egy ezressel drágább. Nem drágább, az a normál ár, és te veszed magánszemélyként olcsóbban. Hát nekem így is billeg ez a magyarázat. Jó, nem, hát mondom. Én nem fogok élni akkor a lehetőséggel. A számlával, mert én egy egyszemélyes cég vagyok, tehát hogy akkor inkább magamnak veszem. És nem mint cég veszem magamnak, hanem magamnak veszem, mint civil. Hagyjatok már, tehát hogy itt basszus, tehát hogy semmi nem jó, ha segítenek, ha támogatnak, az se jó, mert akkor meg azt nézed, hogy drágább a cégek. Minden vállalkoz ebben az országban egy pillanatra álljon meg, és gondoljon arra az összegre, amit havonta befizet, évente befizet, mindenféle járulékok formájában, és akkor még ez is. Tehát hogy így hagyjatok. De nem drága, nem az, hogy ez is. Hogy mondtam? Ez még egy. Hanem te normál árat fizet vállalkozott. Igen, ez egy olcsó magyarázat. Ingem segítenek. Igen. 1000 forinttal olcsóbban. Na, azt mondja, hogy gyorsan egy-két közlekedési hír. Nézzük. Újra jár a metró végig. Erzsi, köszönjük szépen, hogy elküldted. Ez egyébként már a BKK honlapján is fönn van. Így van, fenn van a Facebook oldalon is. Igen. Újhartyáni leágazónál mérnek a rendőrök az M5-ösön Szeged felé. Könyves Nándi küldte nekünk. Az M5-ösen mérnek a 133-as kilométernél mindkét irányban. Ivekós Rabbit küldte. Közi. Trafi Bonyhád előtt a 6-os úton a Pécs felől érkezőket mérik. Gödöllőn az Isaszegi úton az Isaszeg felé haladókat mérik. Szekszárdon az 56-os úton egy háromlábú kamillázik két autóban ülő kétlábúval. Csak lassan. Köszönjük szépen. Valamint a 21-es úton Pásztó és Tar között NKH már a helyszínen van. Úgyhogy ott is mindenki figyelje. Na, jöjjenek akkor a kérdések, mondja. Ja, bocsánat, csak előtte még annyit, hogy Peti írt. Nagyon örül a sikernek. Azt írja, hogy irány Stockholm, viszek jó 50 fokos házit. Erről van szó. Peti is kicsit azért messzire megy. Igen, irány Stockholmmal, tudod, azért még ne foglalj egyet, Fapados. Azért még várjuk meg a végét. Szimpatikus. Peti, elő leszünk a bizniszen. Igen, a Fapadoson a bizniszen. Oda hozd majd létre. Igen, a Fapadoson óriási a biznisz. Igen, ha viszont menetrend szerinti, ott biznisz. Ott művészek megérdemli. Ja, de várjál, hát olyankor ugye a televízió fizeti. Akkor Fapad. Ja. Azt a kaszinó tojás mennyiséget, annyi amit nem, felrendelsz a szobárban. Annyit te még nem vonatoztál másodosztály. Na, nézzük akkor gyorsan a kérdéseket, hogy mit kérdeznek hallgatói. Mi a jó körözött titka, Feri? Ami minden egyszerű ételnek a jó alapanyag. Jó túrót kell venni. De nagy zsírszázalékos túrót, és ez a legfontosabb. Benne meg jó legyen a lazító anyag, amit hozzáadsz, jelen esetben mondjuk tejföl. Majd hagymát, azt nem baj, hogyha nem viszi túlzásba az ember. De ez már megint olyan, ami személy. Igen, tehát hogy ki szereti, ki mennyire szereti hagymásan, ki milyen paprikásan szereti, ez már megint olyan, de az biztos, hogy ez ilyen tök egyszerű pár alapanyagos ételeknél az a legfontosabb, hogy klassz legyen. És hagyományos, félzsíros tehén, vagy liptói mondjuk? Lehet csak tehén túróból. Csak tehén. Nem, liptóizunk itt. Nem? Nem. Nem szórakozunk azzal? Nem lehet. Tudtálom a körözetet. Ne nekem teljesen az, amikor csináljátok. Nyálam, mert kimondtam azt, hogy Liptói. Te már a 4-11-kor elfogyasztott tiramisszus krémmel. Nem, most áttettem. Ludlábbal. Mennyire? Áttettem negyed órával. Igen? Fájó szívvel, de hát... A meló. Igen, és tudjó? Fel kell énekelni a dalt. Fel kell énekelni a dalt, igen. A második kérdést. Miért húzod az időt, Balázs? Rendben, már megyek is tovább. Ez is jön. Azt mondja, hogy... Nem zavar titeket, hogy más csatornák utánatok dolgozzák fel a témákat, ti hogy csináljátok, hogy általában elsők vagytok ebben, Attila, aki még nem volt a nap hallgatója. Rövid válasz. Nem. Rövid válasz is van, hosszabb válasz is van. Nézd, nyilván mindenki ugyanabból dolgozik, tehát ez egyáltalán nem baj.
az bennünket baromi jó érzéssel tölt el, hogy sokszor vagyunk abban a helyzetben, hogy mi nyúlunk, vagy mi találunk meg egy-egy témát, vagy nekünk jut először eszünkbe, hát már kezdek én is átalakulni. De először mi találjuk meg, de van úgy, hogy más rádiók találnak meg először egy témát, és ők dolgozzák fel, és mi mondjuk azt, hogy na, az egy jó téma volt, és mit csináltuk volna meg. Nincs bennünk ilyen verseny, ahány műsor, annyiféle téma feldolgozás, tehát ez nem baj. Van olyan, hogy egyszerre csinálunk hirtelen egy témát, és több rádión is ugyanaz szól. Ezzel sincs baj, ha feldolgoztuk, és azt gondoltuk, hogy jól megcsináltuk, ezek után pláne nem zavar, ha egy másik rádió megcsinálja. Ha jobban csinálják meg, akkor pedig azt mondjuk, na hát így is lehetett volna. Lehet, hogy így kellett volna hozzányúlni. Azért ez nem egy futóverseny, tehát hogy ez inkább arról szól, hogy milyen minőségben dolgozott fel a témát, nem pedig az, hogy most ki dolgozta fel előbb. Nyilván tök jó, hogy az ember lecsap valamire, és előbb csap le mint a konkurencia, de azért el is lehet cseszni azt a dolgot. Egy dolog zavaró, hogyha írottan megjelenik, és abszolút azonosíthatóan tőlünk, hogy nincs megjelölve. Na ez, azt, én ezt például gyűjtöm. Ez. Érted? Na, mert például mi mondjuk, hogy olvastuk a blikben, hogy. Ez. Tehát mi meg, nem? Jó, mondjuk, hogy mi. De te igen, és ugye? Tök igazad van. Engem például rohadtul idegesített. Most valamelyik nap ugye megszólalt nálunk a tankcsapda. Meg volt? Meg. Hát meg, meg volt. Meg, 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 meg. Megszólalt nálunk a tankcsapda, és aztán talán, hát most nem vagyok benne biztos, talán a HVG írtulól, ők még megjelölték a forrást, tehát hogy nálunk szólaltak meg, utána átvette, nem is tudom melyik orgánum, ő meg már ugye a HVG-re hivatkozott, mint forrásra. Igen. Tehát hogy nem, srácok, nem. Tehát hogy illik, ez egy kimondatlan korrektségről szól, hogy te, ha valahonnan valamit nyúlsz, vagy nem, hogy mit tudom én, valahonnan mondjuk veszed az ötletet, veszed a témát, akkor azt a forrást meg kell jelölni. Ez így korrekt. Így van. Következő kérdés. Beszéltek a gyerekeiteknek a világban történő dolgokról, mint most például a párizsi támadás, vagy nekik még ezekről nem kell tudni. Hát azért nem lehet erre egyöntetlen válaszolni, más korúak a gyermekeink. Ferinél nagyjából náluk van azonosság, de hát Virág idősebb, nyilván őt már ez nem kerüli el. Konkrétan nézi a híradót minden este, mindenről tud. Így van. Nálunk nincs semmilyen, tehát még 6 éves. Sírva alszik el, ha nem nézi az egyenes beszédet. Kálmán Olga. Igen. Kálmán Olga poszterek vannak a szobájában, igen. És Vejszer Alinda poszterek, igen. Ilyen akarok lenni, csak jobban öltözöm. Igen. Nálunk, ahogy elindul a híradó, a teljes tévé és hírzárlat van. Nem nézni, tehát nem lehet. Semmi nincs. Tévézi, szereti ezeket a különböző főzős műsorokat, meséket néz, focit néz, meg belehalok kicsit, minden este nézik el 10 perc focit. Én mondom, hogy most megy az ATP világbajnokság London. Nem, akkor nézzünk focit, és nézi a focit. De nyilván nem baj, kidövi, remélem. Hogy, de hogy nincs ilyen, tehát hogy a Benit meg különösen megterheli. Tehát mi ilyen dolgokra készítjük föl, hogy nem megyünk el mással, ha egy játszóházba hagyjuk egy szülőnapi zsúron, hogy tud, hogy én soha nem küldök magam helyett senkit, ha egy bácsi jön, és azt mondja, hogy apukát küldött, nem mész el vele, ezt elég hamar belebertük a fejébe. Még úgy is, hogy okoztunk egy-két álmatlan éjszakát. De ilyen gyilkosság, terror, horror, ezt még azért nem. Ez egész egyszerűen túl, ez nem teszel hozzá még az ő életéhez, személyiségéhez, viszont elveszel belőle, ha ezen szorongani kezd, úgyhogy ezzel mi még nem terheljük. Mi beszéltünk róla, amikor elkezdődött az eset, akkor beszéltünk a BK-vel, és ezt hallották pont a srácok. És akkor megkérdezték, de annélkül, hogy taglaltuk volna, hogy mi történik, próbáltuk azt elmondani, hogy vannak a világban olyan dolgok, amelyek szomorúak, és ez most éppen zajlik, de annélkül, hogy ecseteltük volna, és ez egyébként tök érdekes, mert elég is volt nekik. Tehát ezt meghallgatták, elfogadták, és azóta elő se került. Nyilván nem kell 5 éves gyereknek erről beszélni. Nem, fölösleges. Hát ebben a világban fog felnőni, lesz még elég idő, hogy ezt hozzászokjon, és megszokja, hogy milyen világban körülött. Tehát teljesen fölösleges terhelni ezzel, hogy most hány ember halt meg, fegyveresek. Nem kell. Maszkba, nem tesz hozzá. Nem tesz hozzá sokat. Azt mondja, hogy szia Bali, be tudnám vinni valamelyik valamelyik műsorban nézőnek? Mindig jelentkeztem, de sose hívták vissza. Dév küldte nekünk. Kitalálunk valamit. Jó? Ez nagyon alibi válasz volt? Eléggé. Nem, itt hajtod, ez a kitalálás lehet, hogy nem is. Igen. Ma jól belém vertétek az ideget, 48 éves vagyok, nincs már miért élnem. 10.500-ért veszem a bérletet, bukok éve szinte 12 ropit a kafetérián volt, én nem egy szórakoztató vidám reggeli műsor lennétek, Mike küldte nekünk. Hát néha ilyen dolgokról is kell beszélni, reggel 7-kor volt egy komolyabb témánk egy picit, igen, filozofálgattunk, na hát van ilyen, néha ritkán. Meg bocs, ritkán. Hogy arról, hogy vagy attól, hogy nem beszélünk róla, attól még sajnos ez a helyzet. Persze, de smiley-jel küldte. Valami miért van az, hogy amióta gyertek át szombat estében az ország legnagyobb házi bulija szlogennel kezdett, azóta Tilla a Starban Star című műsorban ugyanezt ugyanígy használja. Nincs önálló ötlete?
tudom, hogy nem egy sportalmanak van a zsebedben, de honnan tudod a tenisztippeket, kérdezi Dávid. Na, csak a korrektség kedvéért mondjuk el, hogy Tilla a Sztárban Sztárt már előbb mondta az ország házi bulijának, mint ahogy én ezt elkezdtem mondani. Már 2 vagy 3 évad, ugye megy ez a műsor, és ők már a legelején azt mondták, hogy az ország legnagyobb, legőrültebb házi bulija. Ilyen téren nincs összecsengés, mert másnap van a műsor, és más típusú műsor, de nem utána mondja Attila, hogy mi is úgy mondjuk, hogy én is úgy mondom, hogy jöjjenek át, nézzék meg, brutális házi buli. A kettő elfér egymás mellett, de nem én mondtam elő, és Attila nem emiatt kezdte el mondani. Az lehet, hogy kicsit jobban hangsúlyozza, mióta hallja, hogy mi is mondjuk, de ők mondták előbb, és Attila mondta előbb, úgyhogy ez úgy korrekt, hogy ezt is elmondjuk, hogy nem én kezdtem el, és ő kezdett te el ezt utánozni. Attila egy nagyon eredeti, és egy nagyon jó műsorvezető, nem szorul arra, hogy megnézi, hogy mit mond Bali, akkor mondom én is. Van, akik ezt csinálják, Attila nem ilyen. Tehát, hogy egy barom jó műsorvezető, és ők ezt előbb mondták. Meg azt mondta, hogy így igaz. Apostrofálták a műsorukat, hogy az ország legörültebb házi bulia, vagy az ország legnagyobb, nem tudom, a Sztárban Sztárt, ugye? Hogy Dánk, ez igaz, azt mondod? Igen, mert a szombat esére igaz is. Azért, mert más jellegű a műsor. Hát a rúgják csak őket. Szegények. Nem, mert tök jó, én sokat beszélek róla, én kedvelem az ő műsorokat, szerintem nagyon jó benne a Gáspár Laci, remek benne a Tóth Gabi, szerintem Gáspár Lacinak kell egyértelműen megnyerni. Tehát szerintem jó. Leginkább ő tudott mindenkiben úgy átlényegülni, hogy eltűnt a Laci és Charlie bajon. Mindent belead a csávó. Minden, nagyon, minden, semmi nagyon. Nem számít. Igen, 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 nagyon jó. Kiváló. Akkora szerencsé, hogy a személyiségének ezt a szegmensét felfedezte a celeb. Erre se vagyunk irigyek, tudod, hogy... Jó, de előtte őt már felfedezték. Igen, de ő TV2-t is volt, ő megasztáros volt. Igen, mondom, csak meg akkor nem úgy szórakoztatott, hát ahogy nem. Ez... Megasztáros volt, igen. Neki az a legnagyobb, hát nem is tudom, a szerencsétlenség, hogy vele együtt volt még talán a Tóth Forra, meg az Olai Bolya. Tehát, hogy ő csak azért nem tudott nyerni, ez kiváló hang. Volt. Milyen erős mezőny volt. Hát az volt az első. Igen, aztán jött ugye a Karamell, igen, volt talán az első. Az első Megasztár volt, azt nyerte meg a Vera. Ugyan énekesekkel, igen. Azért ma találkozom egy lányjal, ez lesz a második alkalom, hogy talizunk. Neten ismerte meg, ha tete dumálunk, a tali végén mondja el, hogy akar-e tőlem valamit, vagy mikor moziba megyünk, szerintetek mire számítsa? Kicsit rajta vagy az ügyön, hogy ebből legyen ma este már valami. Hát figyelj, ahogy alakul, nem? A mozi, a, lány, jó. A mozi jó, de most a első randin azt várod, hogy ráfeküdjetek egymásra. Szerintem ő azt várja, hogy a lány megmondja az első randi végén, hogy akkor lesz-e valami. Kicsit talán túl gyors. Adj neki még egy randit. Mondja igen, meg akkor. Még egy mozi. Még egy mozi. Nem kell nagyon húzni, de azért a csajok szeretik. Egy super size menü. Igen, a csajok szeretik, ha nem egyből az első randi után invitálod meg apró kicsiny kis szépen takarított lakásocskádba, hanem azért úgy vársz vele egy kicsit, vagy van benne valami titok. Hát az első randi után azért ezt nem biztos, hogy meg kell kérdezni. Na, akkor akarsz valami? Tetszett a film? Ízlett a kóla? Akkor valami? Igen, semmi? Tetszett a film? Ah, mindegy is. Lesz valami? Érted? Finomabban, diszkrétebben, igen. De a mozi az egy jó kiinduló pont, nem? Így van, nem kell beszélgetni, ha véletlenül mégse ő lenne az ideális, tehát az elején, amíg várod a filmet egy 10 perc alatt átdumálod, abban már látszik, hogy legközelebb tudtok-e miről beszélgetni, megnézitek a filmet, és aztán... Van most valami síros összeborulós film? Nagyon jó filmek vannak a moziban, rengeteg jó film van, rengeteg jó film. És egyiket sem láttam még, úgyhogy... Na mindegy, azt mondja, hogy szeretném elvinni az anyósomat kirándulni. Tudtok valami omlásveszélyes barlang? Én azt javaslom neked, hogy akkor, amikor egy kicsit így már megindul a csapadék, és nagyobb a víz a rámszakadékban, ott azért nagyon csúszósá tudnak válni azok a kövek, meg azok a láncok. Én ajánlom, hogy nézzétek meg együtt, jó? És küld előre a mamát, hogy terítse fel a terepet. Maradj le, mert kikötöd a cipőfűzöd. Igen. Vannak-e? Csak nem kell nagyot lökni mamán, csak picit csúszom meg. Nem. Csak hogy egészen ne legyen komoly baja, csak egy csendes egy. Most lesz eső is, csúszni fognak a sziklák. Fogom, mama, menjen csak. Igen, Ferenc fiam, említsük meg azért, hogy még mindig nem gyújtottál rá. Nagy harcos vagy. Gratulálok, Zoli. Ferenc fiam, köszönöm, Zoli apó, kösz. Igen. Hello, azt szeretném kérdezni, van-e fekete listától letiltott SMS-ezők vannak? Van. Ezt elmondhatjuk, hogy van, igen. Van. És nem azok vannak a letiltott SMS-ezők között, akikkel mi nem értünk egyet, mert nagyon szeretjük, hogy vannak olyan SMS íróink, akikkel mi nem értünk egyet, sőt, ezt a műsort az viszi előrébb, ha olyan emberek is adásba kerülnek, vagy íratnak SMS-t, akik máshogy gondolnak egy témát. Fekete listán inkább azok vannak, akik olyan
hangnemben, olyan stílusban írnak egy-egy dologra, vagy töltik ki rajtunk teljesen öncélúan úgy az éppen adott hangulatváltozásukat, hogy az minősíthetetlen. Az nem is érdemeljük meg, mi se beszélünk úgy vele, őket fekete listára tesszük, és nem látjuk többet, hogy mit ír. A rossz az, hogy ő viszont küldi, mert ő nem tudja, hogy mi nem kapjuk meg. Aha, de ez mire nagy az, szórakozunk. Nagy az a szatyor. Egy szoftveres alkalmazásunk van egyébként, és ez a szoftver, ugye, ha mi valakit kijelölünk és fekete listára tesszük, akkor bármennyit küld, azonnal megy a fekete listára, és hiába ír utána már könyörgő SMS-eket, hogy miért nem nyer, miért nem hívjuk vissza soha. Nem látjuk, de ez csak nagyon szélsőséges esetekben. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy Jani bejön 6-tól és 8:30-ig fekete lista. És egy nap 3000 hallgató kerül, mert nem lenne SMS-ünk, de vannak indokolt esetek. Van ilyen. Hát ugye a műsornak a hangvétel alapvetően azért egy ilyen kicsit ilyen frocizós, cinkelő, savazós hangvétel, és hogyha valaki mondjuk ez a hangvételhez igazodik, és hasonlóképpen írogat nekünk, azzal nekünk semmi gondunk nincsen, azt gondoljuk, hogy nem az a legény, aki adja, hanem az, aki állja, tehát hogy nekünk is azért ezeket el kell tudnunk viselni idézőjelbe, de van, amikor valaki ír és mond, végtelenül bunkó tud lenni, annyira értelmetlenül, indokolatlanul bántó, hogy azt nem tudjuk tolerálni sajnos. Igen, főleg a megosztó témáink vannak. Sokszor akkor a hallgatók is azért belendülnek. Nyilván tényleg, ha mondjuk egy menekült kérdésről van szó, vagy bármilyenről, ami azért tematizálja a közvéleményt, és megosztja a hallgatóinkat, ott hirtelen aztán egy bezudulnak olyan SMS-ek, amik valóban hát nem... Hát az indokolatlan személyeskedő SMS-ek, tehát hogy így nem is érted néha, hogy egy-egy embert mivel háborítottál fel annyira, hogy korán reggelitől 7:30-kor elkezdjen anyázni, vagy valamilyen nagyon durva hangvétel SMS-t küldjön neked személyesen, csak azért, mert nem tudom, én mert nem vagy neki szimpatikus. Mi nem szoktunk ilyet csinálni, ráadásul mi azért a közszereplőket persze megmarogatjuk, de a hallgatókat soha nem szoktuk. Meg arccal, meg névvel csináljuk. Igen, azt mondja, hogy gondolkodtatok már Black Metal rovaton? Dani kérdezi, Jani minden nap, és minden nap. Mondja, Bali csak azt mondja, hogy Jani nem. És akkor ezt minden nap lefolytatjuk, hogy Bali, Jani nem. Jó. És akkor nem. Arra gondoltam, egy kis Cradle of Filth? Nem! Hogyha esetleg egy Dimmu Borgir? Nem! Egy kis Celtic Frost? Nem! Legalább egy Venom? Hagyjál már! Igen, ez nagyjából így. És ez minden reggel. Miért nem beszéltek a focisták 1 milliárdjáról? Kérdezte Tibor. Abszolút jó a kérdés, fogunk róla beszélni, megkérdezzük azért az nem, mert 200 milliót kapunk belőle. Igen, azért azt tudjátok, hogy mi is elég sokszor megmartuk a magyar futball, talán az elmúlt 30-40 évben okunk is volt rá, ugyanakkor nyilván gratuláltunk a srácoknak, és elmondtuk, hogy amit ők most végrehajtottak, az valóban hősies tett volt, és harcoltak. Megvárjuk egyébként teljesen tudatosan, még ez az egész kicsit most leüllepszik, mindenki kiünnepli magát, és aztán jövő héten ez kapnak. Nem, csak egyszerűen témánk lesz, hogy egyet értetek vele, én nem értetek vele egyet, sok, kevés, mit érdemel, alapkövetelmény, hogy kijusson, kell-e az pluszban honorálni, hogy kijusson, más sportágaknál, ha kijutsz, miért nem honorálják, hogy kijutottál, itt miért kapsz jutalmat, ami alap lenne, hogy kijussál. Lesznek kérdéseink, erről beszélgetünk nyilván. Most egy picit nem akartunk azért ünneprontóak lenni, mert ez az ország megérdemli, hogy kicsit ünnepelhessen, és mi szkeptikusak voltunk, de most másnap előjönni, hogy nem sok, nem kevés az 1 milliárd, még ha így vagy úgy is gondoljuk, az azért nem egy szép dolog, mert 30-40 éve arra vártunk, hogy ünnepelhessünk. És ez most mindenkinek jár. Tehát a drukkolóknak, a futballistáknak, az országnak. Hát úgy éhezünk a sikerem, tényleg bizony, annyira kellett, mint egy falat kenyér, hogy végre valami jó történjen ezzel az országgal, nem? És velünk. Jól fociztak a fiúk. És láttad, hogy akarják, oda tették magukat a vég a 90 percben. Így van. Tehát lélekkel, szívvel játszottak, mint román dicsértük őket egyébként másnap, talán kicsit túl is dicsértük őket, de tényleg megérdemelték, viszont azért az szintén tematizálhatja a közvéleményt, és érdekes lehet, hogy mit szól ahhoz az ország, hogy mondjuk 1 milliárdot kapnak a focisták, ami 30-40 emberről van szó, tehát ez mondjuk fejenként egy 30-40 millió összeg, de hogy sok, nem sok, kevés, nem kevés. Nem feltétlen azért, mert hogy valakinek a zsebében turkálunk, de hát azért ez nem biztos, hogy ez nem közpénzből megy, és nem biztos, hogy ugye hát azért erről nem kell beszélni. Ezért nem, szerintem kell, és szerintem mindenkinek van erről véleménye. Úgyhogy fogunk róla beszélni. Csak egy kicsit hadd ünnepeljünk, nem? Így megérdemlik, van. Tényleg megérdemlik. Megérdemlik. Olyan keveset ünnepelhetünk egyébként. Na igen. A mozisrácnak annyit üzenek, mozi zseb. Nem jó. Tudják már a mai fiatalok, hogy mi az? Nem tudják, hogy mi az. Mozi zseb, hogy régen úgy mentél moziba, hogy kivágtad a zsebedet. Ugye? Kivágtad a zsebedet. És arról szólt a dolog, hogy a másik az át tudott nyúlni, és a kivágott zseben keresztül eljutott a gojzdig. Így van. Ugye? Vagy ha lánynak volt kivágva a zsebe,
akkor azon keresztül te odaértél úgy a bugyihoz, hogy nem kellett sliccen keresztül fölülről menni. Ez volt a klasszik mozi zseb. Hmm. A kivágott zsebek, hogy odaérjél. Igen. Hát ez ma már azért nincs így. Nincsen. És aztán hátulra valaki a film felénél odahajolt azért, és azt mondja, figyeljetek, azért annyira nem romantikus ez a film, hogy végig sohajtozzátok az egészet. Jó, köszi. De igen, de az. Néznék mi is. Jó, hogyha fizetünk a jegyet. Jó, köszi. Srácok, otthon nem szokott vita lenni abból, hogy a nőket dicsértek, vagy poénkodtok, hogy valaki milyen jócsa ismer van nőket, Attila szintén, aki még nem volt a nap hallgatója. Mert hogyha adásban valakire azt mondjuk, hogy milyen jó nő, akkor azért otthon elővesz, az már nagy baj. Ezen humorizálni azért, hogy jó csaj, milyen jó csaj, hogy néz ki, mennyire jó csaj. Igen, de szerintem ebből egyikünknek sincs. Nem, nyilván nem lépjük át azt a határt, hogy párjainknak ez bántó legyen. De azért pasiként hát kell nekünk a nőkről beszélni, hogy megállapítani, beszél. hogy jó csaj vagy. Ez valahol természetes, szép alakja van. Hát nincs ezzel gond. Meg jól szocializáltak a nejeink. Rendes, megértő azt. Így van. Na igen. Hát ha túlmegyünk, akkor azért volt már telefon, nem? Hát annak is megvan az előnye, legalább nincs se beszélgető. Igen. Feri, vegyék ki 300-ast, a Persejben jó volt a BKV-s téma. Gergely Jogi kutyája. Nem, azt már benhagyjuk. Ami benne van, az ott marad karácsonyig. Igen. Na jó van. Meg kell majd ugye izére. Majd a helyi jegyre. Stockholmba. Igen. Most már arra gyűjtünk. Igen, mert akkor lehet, hogy tudunk menni Intercity-be. Egy utolsó kérdés. Még egy-egy felvetése több száz vagy akár több ezer SMS is jön, gondolom. A hírblokk alatt egy töredékét sem tudod elolvasni, így mi alapján tudsz szelektálni, hogy mégis melyiket olvasod be? Illetve a beküldött SMS-ek után a telefonszolgáltatók kapnak-e százalékot? Nem, a százalékot mi? Nem a szolgáltatók kapják, hanem mi. Tehát ez innen indul. Így van. Nekünk csörög a kassa. Hát a százalékot nem kapnak a szolgáltatók. Semmi, hát ez nem emeldíjas SMS. Nem emeldíjas, hát az SMS díját kapja meg a szolgáltató, ha nem vagy, nem tudom, ilyen all-in csomagban, így vagy van. Bármiben. Egyébként meg hát sok SMS jön be, nyilván az ember ezeket elkezdi olvasgatni, és akkor jelöl, nekünk úgy működik a szoftverünk, itt a monitoron, hogy különböző színnel tudunk különböző SMS-eket jelölni. És megvan mindegyik színnek, hogy mi a funkció. Ugye, hogy a kék szín az a közlekedés, a sárga az, ami beolvasásra vár, a piros, amit Anna általában visszahív, a kék, illetve lila az, aki esélyes a naphallgatójára, és akkor a végén, amikor naphallgatóját választunk, csak rányomunk a lilára, és kidobja nekünk az összes lilát, amit bejelöltünk. Amiről valaki úgy érezte, hogy az mondjuk naphallgatója lehet. Na, ugyanígy van ez a sárga SMS-eknél is, hogy az ember elkezd jelölni, és aztán egy része beolvasásra kerül, hát nyilván nem minden. De a jelölésben, a szelektálásban segítenek a szerkesztők is, tehát hogy többször többet lát alapon. És aztán mindig leszúrom. Egyébként meg igen, tehát hogy rengeteg jön be, és sok esetben azért nem olvasunk be egy SMS-t, ami például állít mondjuk az SMS-nek, hogy na ezt olvassátok, nem meritek mi. Nem ezért, nem is mindig az látom. Van, hogy picit kevés az idő, és sok az SMS. Igen, jól van. Ja, még mindig rengeteg kérdés, drágák vagytok, köszönjük, folytatjuk, jó? Egy hét múlva ennyi fér bele, 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, úgyhogy játszanunk el. Akire ma nem jutott idő, ha elküldi jövő héten, ígérjük, hogy megpróbáljuk beolvasni. Jó, köszönjük a kérdéseket, játékkal megyünk tovább már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Kriszti! Szia. Hello, Kriszti! Sziasztok! Honnan hívtál minket? Szegedről. Szegedről mit csinálsz? Hát most jöttem haza munkából, és akkor most egy kicsit pihenek. Éjszakai műszak. Nem. Tanítottam reggel 7-től fel 9-ig. Milyen korán kezdted a tanítást? Mit tanítasz 7-től? Angolt tanítok. Ilyen nulladik óra, vagy magánóra? Nem, egy céges tanfolyamon belül, tehát egy cégnél. Céghez mész. Igen. Nyugtatás, bizony. Már nem neked, hanem a cég dolgozóinak, gondolom. Igen, egy kicsit. Na, milyenek a kérdések, Ani? Nagyon könnyű. Könnyű? Szerintem kifejezetten könnyű az első kettő, a harmadik nehéz. De tényleg egyébként a harmadik szerintem, hát örülnék neki, hogyha tudnád a választ. Ez egy régi komoly, nem mondom el mi, de jó, egy film. Film? Cím, igen, de viszonylag nehéz, de nagy film. Na, először jutunk el odáig. Itt szól az első kérdés. Milyen állat az Akita? Akita? Igen, milyen állat? Hát az a kutya. Az. Akita vagy Akita Inu, egy nagyon cuki japán kutya fajta. Így van, menjünk tovább? Menjünk, igen. Azt mondja, hogy melyik kontinensen található a Viktória vízesés? Viktória vízesés. Viktória.
Afrika? Talán. Pontosan így van. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát mostani filmes, vagy régebbi filmes? Mi a régebbi neked? Mondj egy évszámot. Hát ilyen 90-es, 80-as évek. 90-es évek. Óha. Na mindegy, próbáljuk meg. Azt mondja, hogy melyik Oscar-díjas filmben szerepelt együtt Tom Hanks, Denzel Washington és Antonio Banderas? Óha. Akciófilm? Nem. Nem? Nem. Philadelphia? Figyelj. Na. De. Igen. Adjuk. Adjuk. Én adom. Igen. Én jó volt ez, igen, már. Figyelj, az első kettőt az másodpercek alatt bebökte, a harmadik épp, hogy megszólalt a vészcsengő, akkor már adta a dolgot, nem volt segítség, nem volt internet. Volt, hallottam. Valamit ütöttél, jól tudom, hogy valamit ütöttél, jól hallottam? De csak ezért az utolsó lehet. Akkor vegyünk el tőle van? Mindent! Milyen fülem van, hallottam, hogy gépezel. Jó, a fiúk azt mondják, én megadom. De legalább bevallottam, tehát azért ezt is értékeljétek. Péntek van, péntek. Bevallottad, úgyhogy rákérdeztem. Ja igen, 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 bevallottad, úgyhogy rákérdeztem, és aztán bevallottad, igen. Igen. Hát, jó. Jó van, péntek van, megadjuk az utolsó utáni pillanatban. Köszi szépen, nagyon örülsek vagytok. Ja, rendben. Na okay. Jó, köszi a játékot. Szép hétvégét neked. Hello. Szia, ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Na, hát a kigyulladt a metró tényleg? Ja, nem, már melyik? Hármas? Igen. A hármas? A klinikáknak kigyulladt a metró. Most már azért gyerekek minden héten van valami azzal. Nem akarjuk újítani azt? Hogy az nagy... Hát de van, de hát abból nagyon nagy gubanc lesz. Ha ja, hát ha bezár. Hogyha de ha nem újítják, ahogy Balázs mondja, akkor abból lesz gubanc. Ugye most a hosszú hétvégén keresztül a simpárokat újítgatták, cserélgették, tehát hogy az oké volt, de hát ugye a legfontosabb, legégetőbb probléma az a szerelvények a cseréje, illetve javítása, felújítása. Az egy hatalmas projekt. Na, ezt jelölt lilára. Oké, okay, köszönöm, Robcsi. Az a szín, amit látok, az a lila. Köszi. Ilyeneket írnak közben. Jó van, oké, okay, elmegyünk egy picit reklámozni, aztán jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 10 perc van pontosan 10 óra. Nagyon sok hallgató elküldte nekünk, köszönjük szépen, hogy a pénzt a kijutásért a magyar válogatottnak az UEFA adja, azért ez fontos megjegyezni, hogy az MLS-nek adott 3 milliárdot, és 1 milliárdot osztanak tovább szét a játékosok között. Az MLS a játékosok és a stáb között. Tehát, hogy ez nem közpénz, hanem az UEFA adja az MLS-nek. Tehát gyakorlatilag megdolgoztak érte. Lehet így van. Ebből jön ki, így jön ki az 1 milliárd, amit ők megkapnak, de erről majd még úgy is beszélünk. Na, mutatjuk gyorsan, hogy mivel is foglalkoztunk a mai napon. Korra reggel kicsit filozofálgattunk, és ugye tegnap megnéztük a vállalatársakat az egyik kereskedelmi csatornán, és a témát beszéltük aztán ki, hogy ez az életközépi válság, ez kinek mit okoz, van-e ilyen, mit érez az ember, mit kellene, hogy érezzen, vagy mit nem szabadna, hogy érezzen. Erről beszélgettünk, filozofálgattunk, és mindenki azt mondta, amit érzett már, vagy még nem érzett, de fél, hogy érezni fog. Maga a sorozat is erről szól egyébként, középkorú férfiak, nők keresik a boldogulást. Igen, és nekünk tetszett, hát voltak vele kapcsolatban egy kis fenntartásig, meg egy-két olyan dolog, ami kevésbé, de és a témához még mindenképpen ide kívánkozik, hogy a Balázsnak maradt a tarsajában két elmélete, bizony, amik jelenleg egy közjegyzőnél vannak letétbe helyezve, és hogyha valami történik vele, akkor mi esetleg, ne adja Isten, akkor mi felbontatjuk a Ferivel, hogy legyen még gondolkodni valunk a hátra levő életünkben. Így van. Szóval az életközépi válság volt a témánk, valamint az Eurovíziós dalra. Úgy döntöttünk ma délután, vagy ma reggel, hogy meghallgattuk a dalt, és ezek után ott a helyünk, benevezünk, úgyhogy hát elindítottuk a gépezetet, és benevezünk az Eurovízióra, és itt adásban meghallgattuk azt a dalt, amivel benevezünk ezeket a pillanatokat, most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Irány Stockholm, gyerekek. Szerintem. Figyelj, ott vagyunk. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Én támogatlak titeket, bár mondjuk tényleg ugye követelmény, hogy minden dalnak meg kell lenni angolul is.
Tudod, mi hiányzik nekem az Eurovízióból, a magyar Eurovízióból, hogy nézzem és jól érezzem magam. És tudod, miért jó ez a dal, mert 3 percig mosolyogsz. És nekem ez hiányzik, hogy mindenki megfejt, hát, mindenki nagyot énekel. Van, akkor igen. Mindenki brutális áriákkal jön, és nagyon-nagyon akar énekelni, és azt hiszi, hogy élete lehetősége, de legyünk őszintén, egy Eurovízió nem az. Tudod, mit akarsz ott? Jól érezni magad. Nézni, mosolyogni, és egy-egy ország 3 percig egy kicsit belepillantani abban az országban, hogy az milyen. És ezt sokszor én a magyar Eurovíziótól se kapom meg, mert mindenki ilyen szomorú, világmegváltó, világbékés, háború ellenes, mit tudom én, milyen dalokkal jön, és nem tudom magam jól érezni. Ki lesz a foci labdás? Én dekázom 2-t, azzal nincs baj. Pont elég. Igen. Vannak focisták, akik ennyit sem tudnak. Kéne csinálni a dalbot, hogy mindenki elhallgat. 2 dekázás, és kitaláljuk, megcsináljuk. Félbe nevezzük, meglátjuk. Megy, ameddig megy. Igen, tessék? Hello, morning show, ciao. Még szólunk is. Igen, nem gondoltam volna, hogy kiment a fejemből. Igen. Hello, nem mondta, de azt nézem, hogy mit írtál. Csaba vagyok egyébként. Ki vagy? Csaba. Csaba, hello Csaba, hol hallgatsz minket? Nyíregyháza. Nyíregyháza, azt írta nekünk, sziasztok, én azt kérdezem, hogy a kérdés válaszra oldva küldtél SMS-t, hogy melyik munkatársatok SMS-e, mert minden kiradás végén mondjátok, hogy ma is számíthatunk SMS-ére, de soha sem szólal meg, szóval kiváltél. Jézus, nagyon de fáradt volt. Egy rovatot adhatnátok neki. SMS-ének? Igen. Hát végül számítunk minden nap, igen. SMS-ére. Oké, okay, köszi, hogy írtál nekünk, hát sajnos nem tudunk ajándékcsomagot adni. Sajnálom, pedig jó lett volna, de én is köszönöm, hogy részt vettem ebben. Hát mondani kellett volna, és igen, akkor meg lett volna. Igen. Csabikám, köszi, ciao. További szép napot nektek, szia. Hello. Ciao. Hello. Szia, szia. Hello, hello. Mi a recept? Kérlek szépen, folytatjuk egy picit a libázást, mert 2 héttel ezelőtt volt, ugye a kitelepésen elmaradtunk, és ott libamáj volt, és engem keresztre feszítettek a fácse bukon, hogy ez micsoda dolog, hogy ilyen rettenetes drága étel, pedig azzal kezdtem, hogy tudom, hogy nagyon drága, kicsit takarékosan, egy évben egyszer lehet ilyen alapanyagot használni. Hát Márton használni. Akkor lehet, nem? Így van, és akkor megmaradtunk, mert például liba szántőből ugyanolyan finomat lehet majdnem csinálni, mint a liba combból. Ez a Márton napi maradék? Ez még igen, még egy Márton napot futunk vele, libát tenni mindig jó, van hozzá egy úgynevezett kis saláta, ami savanyú káposztából van, és most itt a Gáborunknak a szeme csillogna, hogy a C-vitamin forrás, és az igazi verhetetlen lilahagyma lekvár is ott van a receptnek. Jó, úgyhogy ezek vannak. Könnyű, aranyos, tuti. Jó van, Csabikán, remek zenék? Ha esetleg véletlenül befutna és világsztár lenne a Király Viktor, akkor azt tudjátok, hogy miért van, mert profi. Mert most, hogy ráfigyelt az ország, ebben a pillanatban megjelent egy új dallal. És ráadásul nem akármilyen. Jó. Igen. Néha már félelmetes, hogy úristen, micsoda gépezet áll mögötte, és talán fárasztó ez a srácnak, vagy nem. Egyszerűen profi. Zseni, jól énekel, jó dal. Way Back Home ez a címe, ezt ajánlom. Kicsit nekünk fáj, hogy nem az új Eurovíziós dalfesztivál az, amit tolsz, de mindegy. Lesz megértjük a Király Viktort is. Várjál, hát majd, ha már ti is benne vagytok, akkor nagy örömmel ajánlom. De hát most még egy kicsit arra várnunk. Lesz ez még rotációba, kiárjuk, hogy legyen. Ha bekerülünk, akkor egy ország drukkal majd nekünk, és akkor a rádió is remélhetőleg mellénk áll. Jól van, én hétfőn nem vagyok, ti mentek holnap valahova, ugye? Így van, köszönjük szépen, hogy beszéltünk nagyon róla. Azt mondja, hogy lesz a 17. kerületben, ugye Csabi szűkebb környezetében egy festő futás elnevezésű kis rendezvény, ez egy karitatív jellegű rendezvény, 17. kerületi gyerekeket fogjuk vele támogatni, mindenkit szeretettel várunk a Pesti út 368 alatt holnap reggel 9-kor, talán egy picit korai az időpont, még egy kis sportolásra, de szerintünk belefér, nem lesz annyira rossz idő, hogy ne gyertek el, vagy ne jöhetnétek el. A mocsárhoz futunk és van, vissza. Így van, így van. Mocsár is van valaki... nálatok? Van az is. Nagyon szép. Van de direkt is azért örüljenek neki, nem pedig azért, mert... És lehet menni még futni, volt. Segíteni? Így van, gyertem. Így van, és akkor lehet támogatni a rendezvényen keresztül a 17. kerületi gyerekeket, ha úgy érzitek, Király. Hogy ott eljöttek, gyertek, várunk szeretettel benneteket. Gyokó és Rozsé játszhat együtt hétvégén? Játszhat. A vasárnap játszhatnak a döntőben. Jó, akkor tartjuk, ugye? Tiszti. 20-20. Gyokó, ha Gyokó Roger van, én akkor tartom Roger. Egy 20 játékpénz. Ugye? Legyen. Mehet. Ha Roger eljött, ez ennyire érdekel. Roger nagyon jó pihenést hétvégére mindenkinek. Csak a Ferrero Rozsért. Én kedden jövök, hétfőn nem vagyok. Szevasztok, jó és szia! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.